tisztelettel és szeretettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, illetve az intézmények vezetőit, a KFC vezetőit, illetve a bizottsági tagokat, és ezt az utolsó képviselőtestületi ülést ebben az évben akkor bizottsági üléssel kezdenénk, és utána pedig arra kérnék mindenkit, hogy maradjon itt a teremben, és még kicsit beszélgetünk. Jó? Attilát is nagyon meg a szót. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a bizottságok tagjait és az intézményvezetőket. Akkor a korábbi évek gyakorlatának megfelelően szerintem, ha csináljuk úgy, ahogy csináltuk, hogy egy kicsit kibővített testületi ülést fog zajlani ezeken a bizottsági üléseken. Tehát a testületi ülés valószínűleg utána sokkal rövidebb lesz. Én arra kérek akkor mindenkit, hogy most a bizottsági ülése mondja el majd a véleményét a napirendi pontokkal kapcsolatban, így az idővel jobban tudunk gazdálkodni, mert hát több vélemény is megjelenik majd. Az én anyagomban 18 napirendi pont található, amit a pénzügyi bizottságnak véleményezni ajánlok. A 18. az egyebek, nem tudom, hogy esetleg van-e ehhez. Még van két gond, amit még hozzátettünk, amit a ügyrendi bizottság terjesztett elő, ezt a tanácsanyagú előterjeszt, és ezt a két pontot én szeretném, ha még hozzávennénk, és akkor ez alapján történne majd a mai munka, és akkor a 18-19. Pont lenne az, és a 20. lenne az egyebek. A 18-as előterjesztés Nyíltenekváros névhasználatát szabályozó rendelet megalkotására, és a 19-es pedig előterjesztés városnapi programok megtárgyalására. Tehát akkor, ha aki ezzel a két napirendi pont ki egészítésével elfogadja a bizottsági ülés napirendjét, az kérem készfeltartással jelezze mindkét bizottság tagjait, kérem szavazni. Egyhangú, ahogy látom, akkor kezdjünk is. Az első napirendi pont a Nyíregyházi Rendőrkapitányság 2014 évi tevékenységéről szóló beszámoló. El tudom azt képzelni, hogy ők megérkeznek esetleg a testületi ülés időpontjára. A nekik feltehendő kérdéseket ne felejtsétek majd el. Esetleg, hogyha itt egymás között van megbeszélni valónk, azt beszéljük meg most, később pedig a biztos uraknak lehet majd kérdezni. Van-e megjegyzés az anyaggal kapcsolatban? Ha nincs, akkor azért én annyit mondanék, hogy nem akarom itt szegény rendőrbácsikat lelombozni, mert nagyon örvendetes ezek a igen komoly arányszámú csökkenései a bűncselekményeknek. Tehát aminek örülni kell, és ha ezt egy adatnak veszük, és a másik adatnak viszont azt veszük, mert hogy én nem értem jól. Nekifutottam itt egy mondatnak, vagy ötször, de úgy meg van fogalmazva, én csak mégis nekem annyi jött az egészből, hogy 16%-os felderítési eredményességet produkál, ami nem hangzik túl soknak. Viszont szerintem ez a két dolog, ez arra utal, amit ők is többször hangsúlyoznak, illetve a mezőőrség és a polgárőrséget többször is említik, hogy a megoldás a megelőzés. A megoldás a jelenlét, a megoldás a mezőőrséggel, a polgárőrséggel való együttműködés, mert nem akarok csúnya szavakat használni, hát nagyon nagy arányban úgyse találjuk meg, hogyha a bűncselekmény történik. Tehát nekem ez a véleményem, és végül is ez az egész nyíltelki rendőrös, vagy is körzeti megbízott csoport, és a civil szervezetek, vagy a mezőőrök, azok
példásan működnek egyik véleményem szerint, és ennek is tudható be ez a javulás. Ennyi megjegyzésem lenne az anyaggal kapcsolatban. És itt egy nagyon rövid részt. Valóban a közvetlen megbízottak jól bízik a munkát és jó kapcsolata lakossággal, ami egy kicsit szomorú statisztika előtt, most ezt nem is láttam annyira viszont, hogy az elmúlt éve 3 halálos közlekedési baleset történt, itt szinte majdnem a mi közgazgatás területünkön. Tehát ebben valamilyen formában azt tapasztalja az ember, hogy nagyon nagy előny, hogy nem járnak el a kamionok, bár járnak még ilyen, de már nem nagyon nagy hogy eddig, de azt tapasztalja az ember, hogy nagyon sokan nem tartják be a közlekedés szabályait, teljes fogalmas sebesség korlátozásokat, meg egyéb dolgokat. Majd most esetleg a hajtmeterendőr, akik fedek sem fogom mondani, bár ugye én is vezetek is, az ember nem figyelni a kilométerórára, de azért én azt gondolom, hogy egy ilyen sűrűn lakott és ilyen nagyforgalmú úton, ahol sajnos nincs még kerékpárút, a nagyon veszélyes kerékpára közlekedni, gyalogosan közlekedni és előtt nagyon figyelmet kellene fordítani, hogy figyelmet kell fordítani. Köszönöm szépen a közlekedés viszontságot. Egyéb észrevétel az anyaggal kapcsolatban. Laci? Van egyben egy olyan gondolat. A gyűjtáson és a hozzátartozó településeken a korábbi évekből elkülön a lakosság közfelháborodását okozó bűncselekmény nem történt. Én ezt nem igazán tudtam azonosítani, hogy milyen bűncselekménynek kell bekövetkezni, ahol közfelháborodást okozzon. Én azt gondolom, hogy elég nagy közfelháborodást okozott, amikor itt időnként végig mennek a településen, és sok-sok betörés történik a 38-as mellett. Nem tudom most. Az hívó közlekedés. Tehát ez szerintem igenis közfelháborodást okoz, hogy úgy bemennek a lakásba a sokszor, hogy ott van benne a tulaj, ott alszik, vagy fényes nappal bemennek és kívánják a lakást. Ehhez kapcsolódóan szeretnék érdeklődni, hogy mi lesz a sorsa az elmúlt ciklusban kezdeményezett önálló rendőrös létrehozása történetnek. Ugye én nekem a legutolsó információm az az, hogy a Vinnai Ugarte pásolásban ezt a történetet, én szeretném tudni, hogy milyennek a vége. Van már vége, nincs már vége, ha van vége, mi a vége, ha nincs vége, milyen nincs vége. Közöbb elleni. Tehát nem tudok döntésről. Megkérdezzük a rendőrbácsikat, ha valaki tudok, ha nem tudok hozzá. Nem hivatalos információ vannak róla, azt tudom, hogy igazából a belügyminisztérium új rendőrös létrehozását nem tudom támogatja, mert ez neki pénzbe került, de ez tényleg nem hivatalos információ. Amiről ügyvédről beszélt, arról nekem konkrét tudomásom nincs, arról, hogy az, hogy zárul. Az sincs, tehát az még egy folyamatban lévő dolog. Ebből a konkrét eset, amikor az a konkrét rendőrösről szerintem a lehetőség foglalkoztatását. De hogyha nem lehet közel úgy járt, de nem lehet tudnám, hogy a segítőkültük el a vénányból. Nem intézett semmit, ezt intézett ki. Csak amit az, hogy uram, bacsár, nem lehet érteni, én azt a Addig hivatalosan nem terjesszük fel, mert ő a ismeretségi könyvben dolgál ebbe közbejárni. Elmondta, hogy ki van és hogyan. Nincs visszajelzése nekem se, hogy most már mehet egyenesbe, vagy mi legyen. Nekem is az a véleményem, hogy akkor... Nekem tapogatni és utána jó terület. Esetleg a rendőrök, én javaslom, hogy ezt akkor tegyük fel majd a megjelenést. Hát de fejebb azt mondják, hogy nem tudják, de az és egy válasz. A 100%-ig, hogy nem küldtük el itt az itteni rendőrök. Ja, értem, is tudhatják. Itt már mutatók, mert nyilván megbeszéltük, tehát hivatalos kérdelem épp amiatt, hogy győző arra kér bennünket, hogy hagyd készítse elő ezt az ügyet,
emiatt, és addig ne ígyünk semmit, mert ártunk magunknak. Körülbelül ez volt a tényleg a dolog. Egyéb hozzászólás a napi rendhez? Akkor, ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést, hogy a rendőrkapitányság 2014-i tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja-e, elfogadják-e a bizottságok, javasolják-e elfogadásra a testület felé. Aki igennel szavaz, kérem, emelje fel a kezét. Tartózkodott-e valaki? Nemmel szavazott-e valaki? Jó, egyhangú van, mindkét bizottság támogatja a javaslatokat. Második napirendi pont, előterjesztés a Nyíltelki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 2014 évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására. Megkaptuk az anyagot, kicsit rövidebb, mint a rendőrségé. Van-e hozzáfűzővalója a bizottsági tagoknak, illetve a képviselőknek? Gábor? Hát elsősorban én mindenképpen gratulálok a Nyíltelki Civil Koordinációs és Szolgáltató Egyesületnek. Szerintem nagyon fontos munkát végeznek a településen. Kimagaslik szerintem az a teljesítmény és az a munka, amelyet végeznek a szociális területen. Tehát egyrészt a gratulációmat fejezem ki. A beszámolóból azért egy kis hiányérzetem támad, pontosan ezek kapcsán az egyes nyertes pályázatoknak a felsorolása kapcsán, azoknak a tapasztalatoknak a megfogalmazásáról, amelyet az elmúlt egy évben végeztek, illetve mondjuk azokról az eszközökről, amelyet ugye a lakosságnak pályázat keretében nyújtanak, amelyel ugye az egészséges életmód fontosságára is felhívják a figyelmet, és amelyet a lakosság széles körben vesz igénybe, és ezeket én nagyon fontosnak gondolom és tartom. Magam is használtam például ezeket, illetve olyan százalékos adatokat, konkrét kézzelfogható eredményeket felsorolni, leírni ebbe a beszámolóba, amelyek tudomásom szerint megvannak. Azért írjuk le, hogy legyünk rá büszke, mert szerintem erre az egyesületre büszkék lehetünk. Köszönöm. Egyesület részéről még most nincs senki, lehet, hogy a testületi ülésen itt lesz, akkor ezt szeretném, ha még egyszer elmondanád akkor, mert ez valóban megszívlelendő. Mint az egyesület tagja, volt egy nagy tisztújító közgyűlés amikor évközben, tehát ahol elég alapvetően megújult az egyesület, és tényleg nagyon sokrétű beszámolót hallottunk, ezekre is kitértek, amit Gábor mondott, pedig akkor nincs egy fél év állt mögöttünk, úgyhogy valóban kicsit talán saját maguk fényét is tudnák emelni egy részletesebb beszámolóval, mert egyébként a munka az nem kérdés, hogy fontos és lényeges, amit végeznek a város életében. Van-e valakinek még megjegyzése, észrevétele az anyaggal kapcsolatban? Ha nincs, akkor felteszem a kérdést a bizottsági tagoknak, hogy javasolják-e a Nyíltelki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 2014 évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását a testület felé, aki igen, tudomásul vételét a testület felé, az szavazzon. Igen. Ki tartózkodott, ki szavazott ellene, egyfangúlag tudomásul veszi, és a testület számára is azt javasolja. A következő napi rendi pont a
Philadelphia Evangélikus Egyházközség 2014 évi tevékenységére szóló beszámoló megtárgyalása, és szintén kaptunk egy anyagot. Ezzel kapcsolatban van-e megjegyzés, illetve valószínűleg szintén üdvözölhetjük majd a Philadelphia valamelyik vezetőjét, egyházközség vezetőjét, ahogy szoktuk itt, és esetleg tőle is lehet majd kérdezni. Megjegyzés az anyaggal kapcsolatban, kérdés? Sándor? Lehet volna kívül megkérdezni, nem érdezni. Még lehet, hogy hát egyrészt, hogy amit az utóbbi napokra hallottunk, hogy valahogy körökszálláson megosztottság van a kisebbség között, tehát hogy ennek a okáról szerettem volna megkérdezni a képviselőt. És a másik pedig az, hogy szeretel a beszámolóba, hogy szeretnék a 4 hektár, 10 hektárra bővíteni a szociális földprogram tevékenységébe, és hogy a további 6 hektárt milyen hasznosítással kéne szerintem, ha jönnek, akkor tedd fel feltétlenül ezeket a kérdéseket. Misi? Én nem csak két mondatban, hogy óriási munkát végeznek, itt a beszámolót elolvasva is lenne sok létük. Egy kicsit ember azt gondolja, hogy sok is, meg sok az átfedés, más helyekkel, tehát a kondíciók szempontból volt, ez is olyan feladatok. De azért én azt gondolom, hogy a lakosságnak igényeik és a lakosságnak a jobb létét szolgálja, azt mindenképpen elismerés megkerülés kellett én. Mindenképpen azt gondolom, hogy jó munkát végeznek, és tényleg szószolok nekik, hogy ezt akár ezt a bőrökszállási elegondást is ki tudják köszönni, nem könnyű feladat, de ahonnan nem én tudok, és ahová elérhet, szóval minden esmerést. Van-e még kérdés, megjegyzés a beszámolóhoz? Laci? Azt szeretném tudni, hogy konkrétan, tehát tudom talán, de már nem nézem rá, konkrétan haszonkölcsönszerződést köttetett, vagy szélességi felhasználat, és mikor jár le a időtartalma ennek a szerződésnek? Haszonkölcsönszerződést köttetett a Philadelphia Egyházközségben, és a jól emlékszem 2015 nyarán jár le. Másik kérdésem az lenne, hogy azok a közfoglalkoztatottak, akik a kívül úgymond ebben a szociális földprogramnak nevezett funkcióban a dolgozatnak, kivel állnak úgy viszonyban? Ki foglalkozhatom meg? Önkormányzat, vagy magyarul? Ki létesítette el, hogy ilyen közfoglalkoztatási jó viszont? Elnézést, már nem hozzám tartozik ugyan a kérdés, de én mivel én vizsgáltam ezeket a munkásokat, őket a munkaügyi központ küldte, és nem az önkormányzat, hanem az egyház alkalmazottjai. Tehát mert én kapcsolatba álltam akkor az önkormányzattal is, meg a munkaügyi központtal is, és nem az önkormányzat. Tehát egyébként nem az önkormányzat. Nem tudom, azért kérdezni. Nem kell megkérdezni, hogy ez vagy az, de nem tudom, azért kérdezem. Papíron ugyan nem láttam, de a megbeszélések alapján én ezt így tudom. A munkaügyi központ egyeztett velünk, természetesen itt létszám, nagyságrendekbe, mert a településekre hozták szét az összeget, részét képezi a hirtelen kifoglalkoztatottaknak, de a munkáltatójuk az a Philadelphia. Igen. Nem tudom, lehet, hogy én értelmezem rosszul, lehet, hogy Sami, itt erre gondoltál a 10 hektáros terület használatba létezik, azt mondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg használt terület mellett lévő 10 hektár használatba létezik. Nem azt mondja, hogy plusz 6. Ja, mert én úgy tudom, hogy az 10 hektár az összterületekben jelenleg 4 hektár. Itt az van, 14 hektár? 10 hektár. Akkor 20 hektár. Igazából én ezt úgy értelmeztem, hogy ez egy vágy, amit le
leírtak, aztán majd, ha ők ezt nagyon komolyan veszik, akkor egy kérelemben majd megfogalmazzák, és akkor ez csak úgy, mint egy jövőbeni terv. Ezzel a külüstének. Hát, hogy itt lesz a képviselőjük, én akkor is szeretném elmondani, felvetni ezt a problémát. Én nekem az a véleményem, hogy ez a haszonkölcsön szerződés a törvény erejének fogva december 31 napon meg. És tehát ehhez képest, hogy szeretnénk a mellette lévő 10 hektárt is, a realitás annak nem az, hogy szeretnénk a 10 hektárt, hanem az a realitása, hogy haszonkölcsön jobb címen megszűnt, vissza kell adni egy klub ezt a 4-et is. És ehhez képest én felvetném annak a, ehhez képest ennek a lehetőségét, hogy nem gondolkozunk-e azon, hogy mint önkormányzat hasznosítsuk ezeket a területeket. És esetleg, uram, bocsá, ugye ez a mi tulajdonunk, vagy közfoglalkoztatás, ami nagyon sok helyen csinálják, úgymond szociális főaklakra, mert én ebben semmiféle szociális és semmiféle főprogramot nem látok tovább, és az a véleményem, amiben, amely véleményem talán Győr Fiúr egy gyengébb megerősített. Mert én ebben nem látok sem, se szociális, se főprogramot, tehát gyakorlatilag a közmunkásokat, a munkahelyi központ, akit kérnek, akkor ezek szerint foglalkoztatási jogviszonyban állítják, termelnek, amelynek terem, eladják, a munkavállalók kifizetik, van. Hát azért írnak olyanokat, hogy 5 fős termelővé vált, tehát... Válik augusztusban, ahol már augusztus régen elmúlt. Most nem akarok én belemenni ebbe a nagy jövő augusztusban? 2014. augusztus 31-jét. Tehát, hogy őstermelővé válik, az augusztusban, november 26-án, mikor már az elmúlt, ugye, amikor vagy azzá vált, vagy nem vált azzá. Most csak tisztelni tudok, hogy ez az anyag nem annak a része, amikor itt szociális szervezet szervezése volt napi rendben, nem mondom, lett ez ide, ezt be másról, csak éppen a időt nem nézték meg, hogy ez nem elmúlt. Ott még egy állomány volt, bízunk benne, lehet, hogy nincs igazán, de nincs itt a szociális szövegkerülettel kapcsolatos előterjesztés, de ha itt velük keresi az ember, akkor ezt lehet lenni, hogy onnan származik, hogy nem. Tehát én azt gondolom összegezve, hogy a 10 hektáros óhajhoz, hogy a jogszabály lehetőség nincs. Itt haszonkölcsön alapján, hogy használják az önkormányzat földjét. Alapvetően megváltozott a termőföldről szóló jogi szabályozás alapvetően. Egyéb észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Bízunk benne, hogy akkor eljön a képviselőjük és fel lehet tenni a kérdéseket. Egyébként, ha nem, akkor sincsen nagy gond, mert ugye jelenleg csak tudomásról veszük ezt a beszámolót, és amikor ez az esetleges 10 hektár kérdése élesben konkrétan felmerül, akkor ezeket lehet tisztelni, hiszen ez nem egy kérelem, ez a tudomású vételrel kapcsolatban szerintem nem döntünk a földről, ez egy... Nem akarnék igazgatni, mint a de ez a 4 hektár az éles? Hát a most a törvény az itt szóval akkor járt, kész visszaadják, hát tehát... Az oké, de ahhoz... De az nem kell testületi döntés, ha ez a törvény, hogy egyszerűen lejár, visszajön. Egyszerűen van. De, jegyző úr. Jelzéssel, biztos, hogy érdemes velünk. Egyeztetünk, azért most nem köszönöm, mert hirtelen előjöttem ezzel az ötlettel, hanem jegyeztetünk testületülés előtt. Én javasoltam jegyző úrnak, hogy meg kéne nézni, én is megnéztem, én eljutottam, jegyző úr is, erre jutottam, de egyébként elég köztudomású, hogy a haszonkölcsön szerződések lesz 31-re lejárnak, tehát ezt nagyon sokat tudják nézzek el is. Elég sok százak is le jó. Van-e még egy megjegyzés? Ha nincs, akkor felteszem a kérdést, hogy bizottság tagjainak, hogy tudomásul
aki tudomásul veszi a Philadelphia Evangélikus Egyházközség által fenntartott szociális szolgáltat szakmai beszámolót, 2014 éves szakmai beszámolót, az készfeltartással jelezze. Aki tartózkodik, egy tartózkodás, a pénzügybizottság részéről. Ellenszavazat van-e? Ellenszavazat nincs. Megállapítom a tudomásul vett és a testület számára is ezt javasolja. Következő napi rendi pont. Előterjesztés az állami vagyonba tartozó vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettség megtárgyalására. Kinek van ez a technikai jellegű előterjesztés, ez valakinek van-e megjegyzése? Ez igen, ez egy visszatérő, évvégén visszatérő dolog. Kérdezik, hogy miről van szó? Én nekem ebben nem tudom. Az inkurenciánkból próbálsz, amit tavaly mondjuk el a honvédségtől. Nem lehetne oda betenni akkor ott a szerződés, ugye az a mindenféle lényblokk. Igen, mondjuk így. Igen, mondjuk így, igen. Sok hasznosítható dolog lehetett ennek. Tehát akkor nem kéne bele tenni néző, hogy akármikor akár szerződés szerint? Igen, bele fogjuk tenni, igen. Ez most igen, tovább is a része. Próbálod részlet, ezért jegyző, hogy oldalai ellátás, akkor felteszem a kérdést, hogy a bizottság tagjainak, hogy támogatják-e a az állami vagyonba tartozó vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettséget. Aki igen, az emelje fel a kezét. Jó, tartózkodik-e valaki? Ellenszavazat? Igen, a Vaskó képviselő úr által javasolt szerződés utaló kiegészítése. Igen. Urod, nem tudik napi rend után, de hogy itt ott van, hogy a elősegítés érdekében hasznosítja. És itt sok-sok minden jutottam, hogy a hatásra felület újságjék adták el. Csabával együtt. Maradt ebből valami? Ez mit történt a hasznosításra, hogy ezt a példát foglaltuk az oldalába? Hát akkor meg viszont nem jó a fogalmazás, mert ebből úgy tűnik ki, mint ezek még mindig meglennének, hogy nem akarok így is lenni, a gépus kárban fogják a vízen, és hasznosítják. De akkor ez nem az a következő. Az a következő. Az a következő. Lehet, hogy ezt kérte a... De akkor itt uram, hogy sem megtévedt utána. Ez nem egy gépus. De ez már akkor ezek szerint eladtuk. Hasznosítottuk. Értékesítette és erre kihesszél a politikai szabadítva. Az ilyenek Jó, csak ez azért mondom, nem azért folyamatos, mert magát épp az idő, mert még folyamatban van. Még folyamatosan van. Jó, következő napi rendikon pont. Nem olyan nagy gond. Előterjesztés az 1315 helyezi számú ingatlan a belegrádi óvoda ingyenes önkormányzati tulajdonba adását követő nyilatkozattételi kötelezettségről az MNBZR részére. Ez most már tényleg a belegrádi óvoda, amit ugye 2011-ben az önkormányzat tulajdonba kapott, és arról kell nyilatkozni, hogy még mindig erre a célra használjuk. Van-e ehhez kiegészítés, megjegyzés? Javaslom kiegészítem a helyzeti szám elő, amit a nyilvánati határozat. Igen.
1315 helyrajzi számunkat kapnak. Más megjegyzés az anyaggal kapcsolatban. Ha nincsen, akkor ezzel a szó kiegészítéssel, pontosítással, ki az, aki elfogadja az előterjesztés és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. Kérem, szavazzon. Jó. Tartózkodás, ellenszavazat nincsen. Következő napi rendi pont. Előterjesztés, Nyíltelek Tetőfi út 40 számolati önkormányzati tulajdonú lakás bérlőnének kijelölésére. Anyag alapján Kolyák András Ferenc tanyai, volt Ferenc tanyai lakos. Leégett a háza. Nekem nagyon kérdésem benne, hogy van valami, hogy esetleg megoldódik a közeljövőben. Nincsen róla információ. Nem úgy kapta, tehát ugye ez egy viszonylagos dolog volt. Igen. Nem szerzett jogot kapta, úgymond, hanem... Egy kívül segítség. Igen. Kivételes esetként, tehát a nyilván folyamatok neki, hogy ez egy átmeneti megoldás kell, hogy legyen. És ennek mondjuk akár időszabni, hogy 2015-ben egyszerűen... Amikor ezt kiközöljük, akkor kellene legalább 2015-ben oldja meg a problémáját. Nem nagyon látom, hogy lett a Ferenc anyám nagy mozgás lenne. Az, hogy legyen megoldás. Jó, akkor, igen, akkor azzal a kitétellel, hogy akkor a jegyzőúra valami jövőképet próbál egy kicsit. Jelezni fel, hogy ez a 31-ek a végső határidő, amikor szeretnénk, hogyha igen. Ezzel a módosítással kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja ennek a lakásnak a nevezett részére a bérbeadását, ki az, aki tartózkodik, ki az, aki ellene szavaz. Jó, egyhangúan támogatjuk. Következő a Belegrád 74 szám alatti ingatlan bérlőjének kijelölése. Igen, elmondanom a szót. Ilyenkor mégis oda szoktam nézni. De Berei Tiborné az, aki ott lakik ebben az ingatlanban. Van-e esetleg ezzel megjegyzés, hozzászólás? Ha nincsen, akkor ki az, aki támogatja ennek az ingatlannak a bérlő nevezett számára kijelölését? Ki az, aki nem támogatja, illetve tartózkodik? Egyhangúan támogatjuk a Belegrád 74 alapjunkat. Következő előterjesztő iskola út, 6/3 szám alatti szolgálati lakás bérlőjének kijelölése. Banyálovics Andrea, szociális szolgáltató központ dolgozója. Most nem lehet. Nyújtott el rá kérelmet. Ezzel kapcsolatban van-e? Nincsen hozzászólás. Jó. Ki az, aki támogatja, hogy a iskolaúti lakás Vajnárovics Andrea? Jó. Ki az, aki nem, vagy tartózkodik? Egyhangulat támogatjuk Vajnárovics Andrea. Kényes napirendi pont következik, problémás napirendi pont Hirtelek iskolót 6/4-es szám alatti szolgálati lakás bérlőjének kijelölése. Dr. Bartovics Norbert, Hirtelekváros jegyzője kért ezzel a kérelemmel. Van esetleg megjegyzés az ügyel kapcsolatban? Kérdés? Nekem azért lenne, hogy áll a házad? Jelzem a ház tető alatt van, ki van lapolva kívülről, belülről, a fűtés benne van, elektromosság benne van, nyilázába belekerülnek majd nem sokára, és utána a belső munkáltatók. Majd a jövő tavaszi munkáltatók. Hát akkor szépen halad. Nyilázába a fűtés egy darab tömeg, semmi egyéb, ami 3 tonna, az elég nehéz lesz megmozgatni.
Az utolsó munkálatok azok a sima messzeléshez kívülről mindenkit szeretettel vár. Sima oltott vészszel. Jó. Ezek után a rendkívül fontos információk után ki az, aki támogatja az úrnak a iskolaúti lakás kijelölését következő évre? Ki az, aki nem? Ki az, aki tartózkodik? Jó. A következő napi rendi pontunk az iskolaút 6/6 szám alatti szolgálati lakás bérőnek kijelölése. Havacs Mónika adta be az igényét. Ő volt benne eddig is. Ez egy nagyobb lakás, amiből lezártunk talán egy szobát, hogy nincs is rá szüksége, így a költség is alacsonyabb. Van-e ezzel a lakással kapcsolatban, ő ugye a szociális szolgáltató központ alkalmazottja. Van-e megjegyzés az a napi rendel kapcsolatban? Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja Havacs Mónika bérlővé való kinevezését, kijelölését? Nem. Nem tartózkodott senki, egy hangon támogatott. A következő napi rendi pont, előterjesztés Nyíltelek város önkormányzat képviselőtestületének az ilyen-olyan önkormányzati rendelet módosításáról. Az 1/2014-es és a, nem az 1/2014 második 12-ei. Csak kétszer lett beírva azzal, hogy meg elnézést, akkor ez mégsem ilyen olyan, hanem 1/2014 második 12-ei önkormányzat rendelet, ami a önkormányzat 2014-es költségvetéséről szól. Ezzel kapcsolatban jött anyag. Kettő is, ma is kaptunk egy visítetet. Ki az, akinek megjegyzése, észrevétele van a anyagban kapcsolatban? Nagyrészt technikai jellegű átvezetések mutatkoznak. Gábor? Hát összességében biztos technikai információtól van szó. Nagy részt, de teljes mértékben a anyag elolvasás után azért maradt hiányérzetem. Nem teljesen értettem többek között minden, illetve szerintem hiba is van benne, hiszen a második oldalon, hogy a oldalszámoznánk szerint, akkor azt olvashatjuk, hogy Nyíltelki Művelődési Jázés Könyvtár, tehát Nyíltelki Közösségi Jázés Könyvtár, alapján pedig intézményről is olvashatunk, tehát nem intézményről beszélünk ebben az esetben, hiszen a Nyíltelki Szerkén belül van a Nyíltelek Közösségi Jázés Városi Könyvtár, illetve nem tudom, hogy az átszervezés az pontosan melyik évre vonatkozik, ugye itt az előterjesztésben több dátumot is olvastam, és ez egy kérdés is lenne, hogy ez tulajdonképpen most ez mire vonatkozik. De a pénzmaradvány tekintetében van most már nem előtt kérdés, hogy ez a 2013. évi pénzmaradványról van szó, és azoknak az is a 2014-es évi felhasználásáról. Ezért szeretnénk benne a Nyíltelki Művelődési Jázés Könyvtár, mert 13-ban, akint volt a közsúgatúten tervezte semmi másokat. Tehát tudom, hogy már változott akkor, de ilyen név alatt futott, tehát ezért egyébként maradt pénzmaradványra, és ugye az azon a néven kell kivezetni is. Semmi más, tehát azt tudjuk, hogy átcsúszott. Technikai kérdésre kezdek csak tenni.
És csak azt fizettük ki mindenkinek és mindenkor, a régi testület is, illetve mostani polgármester úrral mindig mindenkoron egyeztet, valami nagyon szükséges volt, ezt tudom elmondani. És így aztán elég szűkös is lett az év végi, nem is nevezném jutalmazásnak, mert csak köszönöm szavak voltak a részemről a dolgozóknak. Mindenki megérezte minden szakfeladat, tényleg csak arra költöttem, amire kellett. Így is bőven kellett, láthatjátok a számomból. Nagyon szűkösen gazdálkodtunk, és minimalizáltunk minden kiadást. Ezt tudom mondani röviden. Köszönöm. Esetleg még Laci szeretne... Hát, két mondatot, tehát 13,4 millió forint volt az a pénz, amit tervszerint vissza kellett fizetni. Ugye ez még a 2013 ...nak a tolgatása, ezt Nyíregyháza nagy részét ugye megelőlegezte, így került visszafizetést, és az intézmény hónapról hónapra, hat hónapon keresztül fizette vissza. Végig képviselőtestület tagjai emlékezhetnek rá, hogy én felhívtam a figyelmet, hogy ugye ez a 13,4 millió ugye visszafizetésre kerül, de van remény arra, hogy nyilván feladati elmaradásokkal. Ennek egy része kigazdálkodható, így a gyakorlatilag, amit látjuk, 10,4 millió forint az, amit úgymond nem kell odaadni az intézménynek. Nyilván ezt megérezte az intézményt, tehát ugye várjuk a felújítást, vagy meg a új beruházásokat. Egy sor olyan dolog maradt el, amit normál körülmények között el kellett volna, meg kellett volna csinálni. A beszerzések nem történtek, azokat most sikerült beállítani a pályázatban. Csak az, amennyi nagyon szükséges volt tulajdonképpen. Most tulajdonképpen ezt azért el kellett volna költeni, úgymond. Szerencsésen esett, hogy most jön ugye az új pályázat, és számítva rá, hogy itt új berendezések lesznek, ott ez teljesen visszafogásra kerül. Igen? Nem akarok gonosz lenni, de azért volt egy ilyen sem lepont érzésem, hogy itt lehet, hogy valami adminisztratív dolog lehet az a igazdálkodás, mert hiszen egy feladat elmarad, hát ha lenne már csúszság, hogyha elköltenék a ráadott pénzt. Tehát nyilván akkor ez, ha jól értettem, lefordítva magyarra, ez azt jelenti, hogy a költségvetésben szereplő feladatok egy része elmaradt, és nagyon helyesen nem költötték el az arra a pénzt, mert ha lenne szép, hogyha elköltötték volna, és így gyakorlatilag kevesebb feladatot kellett finanszírozni, de úgy értem? Nem. Nem egy évvel. Ezt mondtad, hogy a feladat elmaradásban. 2013-ban keletkezett ugye a hiány,
és 2014-ben lett igazdálkodva. Tehát nyilván időben nem esik együtt egy, a két dolog, tehát ugye a visszafizetés egy évvel. Akkor mi volt a feladat most már tényleg, hogy lássak valamit? 14-ben maradt el a feladat, vagy 13-ben? Mire gondolsz most? Azt mondod, hogy ez a hiány 2013-ban. Hát 2013-ban, igen, visszakozott 2014-ben. Ennek ellenére elküldöttek a pénzt. Oda a pénzeket? Igen, el lett költve. 14-ben beszélek. Amit nem költöttek el, én így értem, mivel bizonyos feladatok elmaradtak. Én erre mondom, még szép, hogy nem költöttek el a feladat elmaradt. Jó, hogy van. Ebben az ügyen maradt. Nem tudom, mi a feladat. Akkor ez az én feladat. Ez. Nem vettek ezt, azt, azt, amivel forrósnak. Nem, az adott nem az, amit mindenről. Ez a spórolás, hogy már számítva az elkövetkezendő pályázatra, nagyon sok olyan dolog van, amit meg kellett volna tenni, fel kellett volna újítani, de mivel tudták, hogy ez majd a következő pályázatban benne lehet, ezért azok nyilván nem lettek elkövetkezni, nem lettek elkövetkezni, nem lettek elkövetkezni. Egyet beszéltünk, csak egyet beszéltünk. Be volt írva, mit tudom, most mondok egy valóságot. Öt ágy, meg kell venni, és nem vette meg az öt ágyat, mert azt mondja, jön a pályázat, és hozzá az új öt ágy. Mondod, hogy nem kaptuk be a pénzt. Odaadtuk a pénzt, és visszaadtuk a pénzt. De ezt 13 adtad oda. Ők elküldötték még Csabáig, utána 14-ben. Azt mondták, hogy vissza kell fizetni, tehát nem egy évről van szó. És a 14-ben meg megspóroltam ennyi az egész, tehát nem. Most ezt lehet azt mondani, hogy akkor ennyivel több pénzt adtunk? Ezt akarod kihozni? Nyilván valamilyen szinten. Ilyen nézete is lehet. Hát lehetne, de szerintem így nem lehet 3 évig gazdálkodni, mert akkor csődbe mennek, meg nem lesz valamit az üregeknek, nem lesz majd ülni, meg nem lesz függöny, meg nem lesz tányér, meg semmi más. Ez nyilván egy évet így még lehet vinni, de következő. Tehát az, abban bízunk, hogy 15-ben az visszapótlódik, mert jön egy 180 milliós beruházás. Tehát ez egy szerencsés, egy versés. Én nem ezzel is kapcsolatban, hanem látott a gazdálkodást. Azt szeretném tudni, hogy jó gazdálkodtok, hogy mi nem kaptunk egy fillért sem a bizonyos kormány által és államot támogat. Vagy a kompenzációs támogatást nem tudunk, ahol bizonyos népsorban megjelenik a sok település. Csak egy két mondatot akkor elmondta. Hogy tudtuk ezt elérni? Nem volt semmi hiányunk, nem volt semmi olyan dolog, ami... Igen. Tudsz erre, ha nem, akkor... Gyakorlatilag ugye ez a kvázi kis história, és lehet nevezni, gyakorlatilag ugye amikor a ciklus váltás volt, ott egy olyan 48 milliós pénzkészletünk volt. Szerintem a 30. helyen kellett volna, azt igényelni. Igen, igen, tehát akkor 50 millió körül volt, és úgy alakultak a kifizetések, hogy egyrészt ugye később ütemeztek, tehát nem lehetett úgymond átfordítani mínuszba azt a költségvetést. Nyilván meg szokott fordulni a fejekben, hogy ezt megtegyük ahhoz, hogy ugye hiányt csináljunk, 10-20 milliót, azaz 50 millió felett kellett volna még költeni, tehát egy 60-70 milliónál van értelme már, hogy ezzel foglalkozunk. Ez értelmes körülmények között nem látszott akkor. Jól hozták. Hát ez most így is lehet fogalmazni. Van-e észrevétele? Hát én még az előző egy mondat, tehát nyilván a megbízott intézményvezetőnek, meg a mostani önös tárnak nagy fejtörést okozott ez a dolog. Én azt gondolom, hogy ezt elég példamutatóval vitték végig ezt a dolgot. Én szerintem ezt a 10 milliót, ezt azért az önkormányzatnak megspórolták, tehát nem kis fejtöréssel és nem kis munkával.
Jó mondom, hogy lekatalizált ez egész a delegált egyedésig nem dolog, tehát nem volt egy túl egyszerű dolog, de ez mindenképpen az önkormányzat számára egy pozitívabb, jöttünk ki egy negatív dologból. Elmondom röviden, meg vagy dicsérni. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek megjegyzése az anyaggal kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavazással teszem fel a kérdést, hogy ki az, aki a Hirtelekváros önkormányzat képviselőtestületének 1/2014-es február 12-i önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést támogatja és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Tehát az, ami szét lett osztva most az asztalapot nézzük, tehát ami az asztalon volt, ez a 8 millió forint, ami benne van a szintén. Ja, igen, a bevételi főösszeg 1.270.000 forint, és a kiadási főösszeg fillérre ugyan ennyi, ezen belül 870.330.000 forint a működési egyenleg, és 115.310.000 forint felhasználási. Igen. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Kérem, szavazzon. Ki az, aki tartózkodik? Egy tartózkodásra. Ki az, aki ellene szavaz? Az ügyrendi bizottság részéről volt egy tartózkodó szavazat. Következő napirendi pont, előterjesztés. Hirtelekváros önkormányzat a képviselőtestületének folyószámla hitel felvételére. Ez minden évben van, ez mindnyájunk előtt világos, ez igaz, ahogy az anyag végén is fogalmaz, ez egy likvid hitelről van szó. Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan mozgott ez évközben, hogy? Nem, igen, de azt gondoljuk, hogy a következő évben az önöknek a pályázata és ahhoz, hogy a likviditásunk körülbelül legyen. Ez egy ilyen védőhálózó képezet, ahhoz megéri magyarul. Hát egy pár, nem számom. Más lesz az egyik. Nem egy óriási pénzről van szó, ennyi biztonsági tartalmat tudjuk belevinni ezt a rendszerbe. Most úgy néz ki a pénzügyi előtt egyébként, hogy nem lenne januártól szükség rá márciustól. Ugye megint lehet, hogy nem, de évközben azért lesz bármikor gondolhat, hogy likviditási problémát át lehet vele hidalni, és így akkor nem kell másfajta hitel felvenni. És gyakorlatilag ez sikerült kedvező pillanatodással. Még az igény, majd ők mondják meg, hogy milyen feltételekes mennyiszer, ugyanis a tavalyi évben is 20 milliót kértünk, és októberig adtak a 20-at, október csak 12-t biztosítottak rendelkezésre, biztosítottak számosra, tehát valamioknak volt ilyen, így adták meg eleve, és aztán a százalékos összegeket is ők mondják majd meg. Azért tudjuk a 1,5%-ot, mert tavalyi évben is a rendelkezésre tartási díj, az 1,5% volt. Vagy most ebben az évben tettél létre, hogy a 15-es évben. Ha valami csodát látunk, ezt lehet csak enteni bármikor. Igen, de ha jól veszem ki, mégiscsak ez a 180 millió forintos pályázat, ami ezt a nagyságokat tett alá, mint dolgom. Meg nem végül, ez más is, igen. Jó. Van-e még megjegyzés az anyaggal kapcsolatban? Vaskó képviselő? Igen, én tulajdonképpen úgy, hogy fel szoktam lökni,
Nem kéne ezen korrigálni annyit, hogy az állami, ne az egész állami támogatást, hanem az állami támogatásból a hiteltőke plusz kamat összegének megfelelő összeget. Felfedezetként, az egészetként. Ugye a pénz. Ha nem mondhatja, hogy nem most rá kell számolni, hogy hitelfedezeti értéke majd volt. Tehát vele került a teljes szerződésbe is. Azért mondom, hogy az időnként... Hát ez vissza fog kerülni a testületelében, ugye nem tudjuk, hogy milyen lesz az tavaly a... Tavaly volt belőle a probléma, hogy belekerült? Nem. De gondolom, hogy logikus, hogy elmondaná az egész állat. Nem, de... Oda engedményezünk is kerülni. Tehát majd a... Itt vagy olyan szerződés az akkor. Idén... Bele kéne érni, hogy egyetét illetve. Oké, hát persze. Egyéb megjegyzés az anyagban a szemben. A kapcsolatban. Kapcsolatban. Jó, ha nincsen, akkor teszem a kérdést, hogy ki az, aki támogatja ennek a likvid kérelmet. Tehát, hogy igényeljük az OTP-nél ezt a 20 millió forintos likvid hitelt. Aki támogatja, kérem, emeljük a kezét. Jó, ki az, aki tartózkodik? Ki az, aki ellene szavaz, egyhangulag támogatja az erős terjesztést, azzal a módosítás, ami már tavaly is szerepelt, amit a jegyző úr be is jegyzett el, a pontosítás az állami támogatás. A következő napi rendi pont, előterjesztés a köztisviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény követelmények alapját képező célokról. Ezt a nagyszerű anyagot, ezt a jegyző úr tárja minden év végén elé. Akinek a teljesítmény követelményeit a polgármester úr alkalmazza, írja elő. Van-e ezzel a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény követelményekkel kapcsolatban valakinek észrevétele, kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést, ki az, aki támogatja az előterjesztést és javasolja a képviselőtestület felé elfogadásra? Ki tartózkodik, ki szavaz ellene? Jó, egyhangulag mindkét bizottság. Következő napján a ruhagyűjtő konténer egy külterületen történő elhelyezésének megtárgyalása. Egy Évi Kálmán nevű egyéni vállalkozó. 101. szerződés meghosszabbítása. Már meglévő, három hónap, az három hónap próbaidőre kötöttünk vele a légitestülettel, és most azt kérjük, hogy ez hosszabbítódjon meg. Van valami szerzés, hogy mennyire hasznos vagy belátni, nem szólt semmi szükség. Csak hogyha tanulhatom. Mit csinál ő utána ezzel? Nem tudom. Ami alapítvány. Az alapcél volt az, igen, akkor talán most. De nagyon kevés. Tehát nagyon kevés ruha gyűlik neki össze, mert vagy kiforgatják belőle, nem tudom, hogy milyen tanulunk. Kérnek hozzá, beszéltem vele. De most felajánlott egy olyan csinálat, ami valakinek, aki 16 év második, és mozgáskorlátozott nagyon jól fog mindig, úgyhogy köszönöm. Én mindig csak azt látom, hogy fejjel lefelé dob benne valaki, két lába kint, és utatnak. Én ezt a képet látom a Dózsvegyi gyűjtébe állandóan. De nem adnak ki. Nem tudom, hogy ez a kifejezeti befelé.
Egyéb más megjegyzés a napi rendi ponttal kapcsolatban. Felteszem a kérdést, hogy aki támogatja a Késikámen egyéni vállalkozóval kötött szerződést meghosszabbítását az év végéig, az szavazza. Van, aki tartózkodik, van, aki ellen szavaz. Egy van. Előterjesztés nyírtelek 787/S1-es helyrajzi számú beépítetlen terület elnevezésű ingatlan haszonbérbe adásának kijelölésére. Kozma László adta be a kérvényt, eddig is ő bérli 7 éve. Itt ahogy látom, amellett, hogy esetleg tehát, hogy döntenünk kell a meghosszabbításról, az összeg is még döntés tárgya, ha jól veszem. Minimum 4 forint per négyzetméter per évben határozza meg a határozatunk ezt a díjat. Van-e? Igen, de a képtény csak mutatja, hogy a másik. Hát én a... Jó, mert az ott oké, én csak... De a 142 per 2002 az mi? Az egy kártyavatában. Oké, ami megjelentően az jó. Tehát akkor megjegyzéseket, észrevételeket kérnék, hogyha vannak. Hát az ilyen lakáson belett kezdeményezni kéne ennek a támogatásokat nekik el. Egy homokra dől most valamikor tanak részt. Hát ez Kozma Lacinak szerintem a kiált vége, vagy valami ilyesmi, nem? Most oda szartam a térképen, a Mitel képünkről nincs is már hosszú a rendezési tervben, de hát nem kellett volna megnézni. Ezt tudja hasznosítani? Ezt hasznosítani? Ezt hasznosítani? Ezt hasznosítani? Ezt hasznosítani? Ezt hasznosítani? Ezt hasznosítani? Ugye a telek nagysága az nem beépíthető területként, tehát ugye a méret az kicsit, tehát 698-án nem lehet itt is területként. Vagy neki át vége? Tehát ezt tudom, hogy nagysága. Nem tudom, hogy átolom. Az balancsi. Igen. Ott volt az a homokos ott az a... És akkor ajánljuk fel ugyanazzal a... Kérdezzük meg egy, hogy van-e szándék, Jó, akkor... Esetleg igen, ki az, aki ezzel a kiegészítéssel érte egyet ennek a területnek a haszon bérbeadásával, vagy esetleg a bérbeadás egyrészt adjuk bérbe, Kozma Lászlónak, másrészt vessük fel, hogy esetleg érdekelné a terület megvásárlása, és akkor ha igen, akkor utána valaki is elindul a dolog a maga útján. Aki így ezzel egyetért, az szavazzon. Ki tartózkodik, ki szavaz ellene, egy van húk. 16. pont. Előterjesztés Nyíltelekváros önkormányzata eszközeinek kiselejtezéséhez való hozzájáruláshoz. Elektronikusan kapjuk meg az Excel táblázatot, a listát, ami hát sok minden van odaírva. Biztosan semmi sem használható. Biztos vagyok, hogy ami az egészségügyet érinti, arról a ML11 típusú M-csatornás EKG készülék, szerintem a Nemzeti Múzeumban van belőle még egy. Tehát ezek ilyen jellegű anyagok is. Tehát ebből extra morálni lehet, hogy talán a többi is hasonló
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban megjegyzése, kérdése? Sándor, melyiket vezetem meg? Én nem találkoztam ez a listáron, nem kaptam meg. Ezt kérdeztem valahogy, milyen eszközökre van szó, és ennek az összege milyen összege lesz kérdve a keresemélkezés. Lehetjék. És mi lesz a sorsa? Kérdés. Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki támogatja, hogy az előterjesztést ez eszközök kiselejtezéséhez való hozzájáruláshoz. Értitek? Igen. Jó, oké. Ki az, aki tartózkodik, ki az, aki nem. Egy hangú. Egy hangú vagy egy. Lassú volt, igen. 17. napirendi pont. A nyílt elszó napozit Kft. Ügyvezetőjének többlet munkavégzés engedélyezése. Igen, világos a anyag, hogy munkakörülleírását nem tartalmazó feladatokat lát el, ezért munkaidő kívül végzett munkája, plusz illetmény illetnék meg az intézményvezetőt, amennyiben pályázatokban megnyert források ezt lehetővé teszik. Nekem már egy ötletem, de azt majd a vacsorában. Van-e valakinek meg? Igen? Beszéltük polgármester úrral ezt a napi rendet. Én mindenképpen támogatom, hogy legyen valami féle ösztönző erő, annál is inkább, mert Laci nem tudom, milyen történelmet ír itt a Kft. Élén, és azért nem duskál ilyen 20 pénzekben, mert hogy nem is igazából kaphat, tehát mindenképpen praktikus lenne valami lehetőséget teremteni. Arról beszéltünk, hogy ennek a szabályai mik legyenek, tehát ez nem annyira egyszerű dolog. És miután ezek általában pályázathoz kapcsolódó dolgok, hát a polgármester azt mondta, hogy majd még ezt ő a testület elé hozza, hogy mennyi a értéke ennek. Hát most én nem tudom, hogy kell erre valamit kidolgozni, vagy nem. Miután a pályázatok mindig ide kerülnek a testület elé, én szerintem maradjon a képviselő testületi hatáskörben ez a része a dolognak, és hát akkor adjuk lehetőséget Lacinak arra, hogy a projektmenedzseri munkában meg maga a pályázat az így is úgy is ide kerül, vagy ha mi adunk neki feladatokat, mert tehát ez nem olyan egyszerű meghatározni, hogy ehhez mennyi pénz járjon, mert van, épp azt beszéltük, hogy lesznek olyan kis feladatok, amire iszonytató munkák jár, vagy kis pénzek, amivel kis munkák, vagy lesz egy nagy pályázat, amit tovább van, és mit tudom én, hogy tovább lehet rendelni. Tehát ez még egyszerűen a polgármester úr terjessze itt a testület, ami azt a bölcsességet. Mert szerintem, hogy itt most kimunkáljuk ilyenben a százalékokat, meg mi, nem tudtuk ebbe bölcsességet. Nincs is rá szerintem szükség, mert hogy ezt minden pályázat meghatározza, és pontosan leszabályozza, hogy mi az, ami adható, és mi az, ami nem. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ebben nem is kell belemenni, mert nyilván mi hiába adnál többet, ha a pályázat azt mondja, hogy
hogy ennyi, akkor ennyi, tehát akkor a tudatakaróta, hogy nem nyújtókat, minden nyújtózkodhatom tovább. Én azt mondom, hogy a lehetőséget viszont teremtsük meg, hogy legyen állami pénzből egy jól motivált vezetőnk, és akkor ez nekünk olcsó is, és jó is. Konkrét helyzet, konkrét elemzése. Bocsánat, most pont valószínűleg az önóval kapcsolatos pályázatnál megvan a feladata, és azt a stentát elfoglalt feladatot, Laci, ezt meg, ha elvízi, akkor azért valami jutatására, jól emlékszem. Ez lehet a példa, hát egy ilyen feladat, ilyen projekt tekintetében elkényelni. Reméljük, hogy fog kapni feladatot. Hát igen. Jó. Egyéb megjegyzés a Vaskó képviselő úr. Javasolnék egy pontosítást, hogy azt fogja szerint a munkákat jöttünk a képviselőtestület. A képviselőtestület, és akkor úgy kezdődjön, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, felhatalmazza a kereső úrgyat polgármestert, mint egyéb munkáltatói jogkör gyakorló, szerintem erről van szó, ugye? Tehát hallottság meg. Neki egy elmelelő. Ügyekben, ugye? Eddig is eljárt. Keresett kiegészítében részletesíthet se, és egészítsük ki, javaslom azzal, hogy nem határozhatja meg a keresett kiesés mértéke a pályázatban elszámolható munkavérés közterét. Erről beszélt a rámester. Ugye? Jó értettem? Igen. Akkor javaslom ezzel kiegészíteni. Ehhez esetleg valakinek megjegyzése, vagy az egész anyaghoz? Az, hogy te lesz a képviselőtestület, tehát meg nyilván eleve fog jönni, mi fogjuk oda adni a kezdve a falusra. Sok olyan A szöveg, hogy működne? Nem, ez a testület elé terjedt. Szerintem az úgy, hogy minden egyes pályázatnál ez felvetődik kérdés. Igen, ezt így fogjátok meg magamnak. Tehát van egy pályázat, amiben Laci részt vesz, akkor az akkor kerül meghatározásra az ő munkája abban a pályázatban, ha egyet, és annak a mértéke a pályázatnak a... Amit is gondolszak, nem, hanem hogy a képviselőtestület hatalmazni, hogy én akkor ott, ha vannak ilyen feladatok, akkor azt rábízhatom a Kft. Igazgatójára. Legalábbis én ezt érzettem, jól érthetően? Meg a tévedást is megállapíthatja a problémát. Amint a pályázat, illetve ezért a javasoltam kiegészítésem is, hogy amely nem határban nem haladhatja meg, a pályázatban elszámolt összeget. Tehát a munkavérés közterre. Ha a pályázatban vagy öntől, akkor mi ebben nem fogunk tenni, hanem a polgáros többet fog ebben tölteni. Egy pályázatnak az elfogadásának belevonatkozó feladatok. Ott megvan, hogy tudom én, azt a testet fogja eldönteni, hogy Laci X ennyi összeget kap, vagy nem. A pályázat nem, stb. Aztán ugye ebben van egy meló. Hát a pályázatban benne van az összeg, bocsánat, hanem csak egy feladathoz szabják. Nem egyértelmű. Jó, akkor csak. Ez a lényeg, kapjon, és akkor a döntésekről tudjon a testületet bármilyen. De jól értem, akkor jól értem, mondjátok, hogy ahhoz szóljak el. Gyakorlatilag van egy pályázatnál, akkor mondjuk a projektmenedzsmenti tevékenységi részére van egy X összeg, ami elszámolható, hogyha azt nem hívjuk le, akkor az elszáll, nem számolható el, vagy külső ember kapja meg a tevékenységet. Én most ezt akkor úgy értelmezem, hogyha van olyan feladat az adott pályázatnál, amit Laci el tud látni, ugye, akkor azt miért kapja meg külső ember, kapja meg ő ezt a feladatot, és kapjon érte egy olyan díjazást, amely a pályázat keretében elszámolható. Jól értettem? Azért bonyolultabb egy kicsit az ügy, mert mondjuk a projektmenedzseri feladatokat kaphatja a Kft. Is. Maga a Kft. Nem tudom, volt már ilyen, Laci, hogy van egy komplet feladatok itt tetek? Nem. Nyilvánossá
azzal kapcsolatban. Nyilvánosságot kaptunk. Tehát olyanok voltak. De ez nem az. De ez nem az. Hát most jó, de ezekkel lehet, hogy olyan nem is lesz, hogy olyan lehetsz. Nem a teljes lakik. Nem, és szerintem így kizárjuk őt, ha azt mondjuk, hogy csak azt mondják menedzseri. Most fogalmi adókból kapnak, olyan menedzser már elment, kész, mert a kisváltai őt csinálja. Akkor nem fog kapni egy figyelt se, hogyha ő fogja ezekbe feladatokat végrehajtva. Nincsen már meghatározva a pályázatban. És van a nyilvánosságot a... Vagy mondjuk a nyilvánosságot, mit fog kapni? Interszol kap, de azon belül akkor kapnak a feladatot. Jó, de mennyit fog kapni mondjuk a nyilvánosság? Tehát ez azért nincsen megbenni a pályázat. Akkor nem fog kapni semmit. Azt hittem, ezt félrejtett, vagy emlék volna lényeg. Hát, csak én meg tudom, hogy működik a pályázat. Tehát... Lehet mondani? Én szerintem... Itt az volt ez az ominózus önos pályázata. Jól emlékszem, ugye volt egy körbeló. Y-metré, utána csere, fel vagy a csere volt, és akkor bejött egy másik személyi körbe. Na most ez azt jelenti, én legalábbis így értelmeztem, hogy ha a KFT végzi ezt a tevékenységet, ami ezzel kapcsolatos, ami egyébként az ügyvezetőnek nem feladatköre. Mondok erre példát. Ha valaki egy építésipari, én így értem, építésipari vállalkozásnak az ügyvezetője, nyilván élből nem kötelessége neki falazni, nem úgymond felhúzni a falat, mert arra vannak emberek. Ő neki a cég irányítása a feladata, de hogyha éppen úrikedve úgy tartja, és beáll falazni, akkor ezért kapja meg ezt az íratást. Én tényleg így értem. És akkor nem tudom, hogy... Hát tényleg kötetlen a munkai helyeimet. Csak... Nyilván feladatot el kell látni. Ezt is ott is. Sok, tehát attól tartok, hogy innen fog sok pénzt kapni az életből, mert nem biztos, hogy 3 évig is lesz ilyen, hogy projektmenedzser meg, amiben le van írva, hogy mennyi pénz jár rá. Tehát a... Már pedig ő feladatokat látni kell. Én megkérdezhetném Attilával. Laci mondja le, hogy pár gondolat? Laci, mondja. Már itt van, hogy azt gondolod, hogy szeretett. Gyakorlatban, hogy van, hogy érdekel. Tehát ez a gyakorlatban úgy működne, hogyha tehát egy pályázatnál mindig konkrétan meg van határozva százalékos összegben, mondjuk egy építési beruházásnál, hogy ez 1,5%, 2%, vagy 0,5% lehet a projektmenedzsment költsége. A projektmenedzsment a sok mindent takarhat, pályázat előkészítése, pénzügyi elszámolása, tehát az egy átfogó fogalom. Azon belül lehet műszaki előkészítés, tehát a projektmenedzsment az egy tárgyfogalom, abban sok minden lehet. Ott meghatározó, hogy mondjuk 2% egy 100 milliósnál, de az nem azt jelenti, hogy ezt én mindet nekem kifizethető. Tehát azért mondta a Vaspó Laci, hogy ugye ez tartalmazza a járulékokat és minden egyéb kvázi bruttó bér, hogy ez nem terjeszthet túl ezen az összegen. Hogyha ez 10 milliós pályázat, akkor nyilván százalékosan csökken. És ugye itt arra kér felhatalmazást a polgármester a képviselőtestülettől, hogyha van egy pályázat, akkor ő megbízhat engem, és kér, vagy kötünk egy megbízási kvázi szerződést erre. Vagy nem kötünk megbízási szerződést, csak megbíz engem ezzel a feladattal, és ennyi a díjazása. A munkaviszonyon belül kaptunk el feladatot. Igen, a munkaviszonyon, akkor ez jobb. Éppen valami, hogy nem. Szerződést nem kötetnek veled, ha nem lenni az a... Tehát ez mindenféleképpen egy konkrét összeg, hogyha van egy pályázat. Nem, Testvérem, szóval kezdődik. De bocsánat, nekem még mennek a magyarra, benne kellene a Nyíregyházán. Tudnak nélkülözni? Azért nézünk ki, mert fogalmazódtak volna meg kérdések, ez kétségtelen. Azért vagyok itt egyébként. Igen, nem tartuk.
De 6 órára nekem nem kellene a választani. Kell legyen a két napon. És egy órája volt megkérdezett, azért én szervezett. Jó, fejezzük be akkor ezt a szívetülést, illetve a bizottságülést, és akkor meg visszatérünk arra a két-három napi redéponton, amit egyébként Anikó fog elővezetni. Tehát akkor hol jár? Most ez az azért emlegeti a megbízási szerződést, meg a Laci. Igen. És azért vagyok ilyen nagy okos, mert én egyeztettem ezt a kérdést a többvizsgálatban. Laci, az a Laci. Emlegettem. De utána korrigálta. Tehát ebben a konstrukcióban nem külön megbízást kötnek bele, hanem egy olyan személy, aki munkaviszonyban áll, és megvan maga feladatköre, többet feladatot fog ellátni. És ezért ezt a feladatot kapja a polgármester úrtól, és ennek a díjazását megkapja, ennek a díjazását fogja. Polgármester úr nyilván azzal a korláttal, amit én javasoltam, hogy az adott díjazás, ahogy azt mondja, bruttó, tehát kijön belőle a munkavírus közterre. Egyébként a megbízási jogviszonyban gondolkodunk, hogy nincs munkáltató, hogy tényleg gondolkodunk, egy pénzítás ügyben. Viszont akkor itt egy kicsit ugye tisztáztuk ezt a projekt menedzseri fogalmat, illetve Laci próbálta. Utána van egy ilyen vagy pénzügy szakmai feladatok ellátása jön, tehát akkor ez a kitétel megfelel. Ez a kitétel megfelel, azzal a kiegészítés, amit a Vaskó Laci javasolt, hogy a mérték egy ilyen mondattal meghatározásra került, illetve az előterjesztésnek, a határozott tervezetnek az első mondat része fordul egy picit meg, hogy a képviselőtestület mint a munkáltatói érkezik akkor és a polgármester úr, hogy egyébként, igen. Tehát akkor ez így, ezekkel a szavakkal, szórenddel, stb. Ez így leírható, és ez működik a dolog. Jó értelmezem? Akkor ebbe belefér az, amit előbb mondtál te is. Jó. Ezekkel a változtatásokkal ki az, aki támogatja ezt a határozott tervezetet és a képviselőtestületnek elfogadásra, javasolja, kérem szavazzon. Ki az, aki tartózkodik, ki az, aki ellene szavaz, egyhangú. És akkor én a pénzügyi bizottság és az ügyeleti bizottság együttes Hogy rendelkezzen arról, hogy kik milyen szervezetet és hol használhatják a nyílt telek város nevén. A testület ülés végén a polgármester úr megkért engem arra, hogy ezt a bizottság tárgyalja meg, és javasolja a részleteket, hogy javasolja ezt a képviselőtestület elé. Kicsit sajnálom, hogy ez csak elektronikus formában kerül kiosztása, és ennek a bizottsági ülésnek az anyaga elektronikus formára került elétek. De most az a kérdés, hogy olvassam fel, vagy mindenki tudja, hogy mi volt benne, vagy szeretnék egy másikra vagy jó lesz, hogyha egy összefoglalva. Hát olvasd meg, nem olyan hosszú. Tehát december 19-én üléseztünk, és azt a döntést hoztuk, hogy nyíltelek a város név méltóságának és presztízsének megőrzéséhez joggal várható el, hogy amely szervezet a város nevét elnevezésében, tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben, emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz vagy emléktárgyon, egyéb terméken használni kívánja, úgy a képviselő testület hozzájáruló nyilatkozatát kérje ehhez. Ugyanígy elvárható, hogy a város nevét használó szervezetek tevékenységüket úgy végezzék, hogy a város érdekeit előre vigyék.
Javasolja a bizottságunk a képviselőtestület felé annak megvitatását, hogy Mirtelek város névhasználata engedélyhez legyen kötve. A bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy javasolja a képviselőtestületnek, hogy ezt vitassa meg. Továbbá a szervezeti és működési szabályzat megvitatása kapcsán lenne, a múltkor ugye erről volt szó, lenne a bizottságnak olyan javaslata, hogy a internetes médiában, a közösségi portálokon való szereplését, a város szereplését is vitassa meg a képviselőtestület. A bizottság azt javasolta, hogy internetes portálokon a maga az önkormányzat, illetve a város ne közöljön a lakossággal híreket, maradjon meg a médiaforma csak az, ami a szervezeti és működési szabályzatban van. Viszont mivel közkedveltek ezek a internetes közösségi portálok, nagyon sok információt közölnek, ezért a város intézményei, ha úgy szándékoznak, működtethetnek ilyen portált, ahol hirdethetik programjaikat, tájékoztathassák erről a lakosságot. Ennek a tartalmáért az intézmény vezető felel, illetve az intézmény vezető az, aki ezt felügyeli, működteti. Ennyi volt a döntésünk. Én ezt javaslom a képviselőtestületnek megvitatása, illetve elfogadása, illetve most végül is a közös bizottság ülése, mert hogy most akkor azon vagyunk, ugye? Ez volt az egyik pont. Én tájékozódtam, hogy más településeknek is van ilyen, ezt a önkormányzati törvény magába foglalja ezt a lehetőséget. Mi azt javasoljuk, hogy éljünk vele. Én is így voltam ezen a bizottságülésen, szerintem is, hogy teljes mértékben, amit lehetett, amilyen probléma lehetett, azt mindegyiket kiveséztük, és én ezzel az előterjesztéssel teljes mértékben egyetértek. Tehát nem tudom, hogy bírtam követni, csak hogy nyilván szó szerint nem. Az elején, ahol mondtam, hogy szervezet oda, csak lefontolásra javaslom, hogy kellene beletenni, hogy így magánszemély, illetve magánszemélyek. A szervezet működése magánszemély, magánszemélyek, mert tevékenysége során van valami ilyesmi. Ugye ennek a személy hatája, akkor nem terjed ki a magánszemély. Így van, igaz. Kivéve a szervezet, magánszemély, illetve magánszemély. Igen, ez végül is egy tervezet. Most azt kérdezzük meg, hogy legyen egy, és azt beszéltük meg a jegyző úrral, hogy amennyiben a testület ezt jóvá hagyja, ennek a részletei, hogy ez rendelet legyen, vagy ahogy a múlt testületülésen javasoltad, hogy szervezeti működési szabályzat kiegészítése legyen, mert volt erről szó, ennek a részleteit a jegyző úrral egy következő testületülésre dolgoznánk ki. Hogy ez rendelet legyen, az hogy szóljon, ki hova ezeket a kérvényeket, hova adják be az állampolgárok, vagy a szervezetek, vagy magánszemélyek, melyik bizottság vitassa meg, megvitassa a bizottság, ezeket a részleteket a jegyző úrral dolgoznánk ki a legközelebbi testületülésre. Köszönöm. Most már ismételjük a bizottságot, tehát szerintem időfogyózott most csak, tehát ebben szavazások történtek. Igen, szavazások történtek, akkor én most úgy teszem a kérdést, hogy ez a közös bizottság, akkor ezt így most meg kell szavaztatnom, vagy csak a... Mert ugye mi bizottságunk, az már megszavazta is. Akkor testületülésen. A másik nagyon fontos dolog, hogy 10 éves lesz a város jövőre, mert... Az is testület. Akkor az is testület? Jó. Akkor jó, tehát a bizottság már, a másik pont akkor csak egy mondatban mondom el, hogy 10 éves lesz a város, úgy gondolja a bizottság, hogy erre készülni kell, már csak azért is, mert nyilván egy anyagi háttere is van, ezért elkészítette a művelődés szervező Fintor Gábor
egy forgatókönyvet, elkészítette a költségvetést, és megtárgyalta a bizottság, illetve helyreállta, illetve kiegészítette ezt. Ezt fogjuk akkor a testület elé tárni. Ez volt a második pont. Még egy bizottsági az egy Gyurka József névű fizikoterápiás asszisztens termékek körbe, őnek van egy kérelme felénk, amely az ő havi díjazásának a módosítását kérni a testülettől. Jelenleg hát azt tudni kell, hogy ő szeretne nyugdíjba menni, és a jelenlegi szabályozás szerint ha megbízási díja az nem képes nyugdíjra, akkor is azt szeretné, hogy a most meglévő díjazását a megbízási díjként kaphatnánk meg, aztán az majd neki a nyugdíjába, mint nyugdíjalapot képező jövedelemre számíthasson, és ezt kérde a testülettől módosítani, illetőleg az összegét kicsit emelni, mert ez már legalább 4-5 éve nem volt neki emelés azóta a korábbi állapézia ezt a fajta tevékenységet. Az összeget 85.000 forintot kéne, ez kb. 4.000 forint, amely meg tudja az összegtömi szintén jelenleg. Biztos, hogy először nem biztos. Nem arról van szó, hogy itt a megbízási, én nem akarom a részletet, hiszen megbízási díjat emleget, és azt mondja, hogy megbízási díja áll neki egy megbízási díjból, meg egy, hogy egy költségkérdésből, és be a sajra a költségkérdését hozni a megbízási díjtétel alá, úgyhogy ugye nyilván arra eddig nem fizettünk közterhet a költségkérdésre, és ezután, hogyha az bemegy a megbízási díjba, akkor kell fizetni közterhet után. Szerintem a megbízási díjat azért akarja, hogy ott lehet számolni. Így van, nyugdíjat a kérdésztet. 25.000-1.80. Magukhoz ragadva a szót, Havi 85.000 kér, megbízási díjat. Ez 1,25. Nem ilyen megbízási díj, csak a 90%-a. 10% költségvetés, és a többi 27-tel felszorozva. Aki ezt választja? Aki ezt választja. De 1,29-re kell felszorozni a bruttó díjat. Igen. Alapból. Nem az adózásra vonatkozik? Nem az adózásra? A megbízási díjat úgy adózom, hogy egy jövő választ tenni meg a költség. Én nem így van. Mert nekünk mind kifizetőre hány tonnit a kerül. Havi 85 díj. Ez a havi 85. Mennyibe kerül? Hogy ezzel mennyi a tonnit? 109.650. 109.000. Ha 85 az bruttó. Igen. Mert hogyha azt nettóba kéri, akkor még ezt el kell szorozni a személyi jövedelemből. 18 éve működik a településünkön. Erzsike látja el itt a munkát,
és én nem nagyon emlékszem, hogy a 18 év alatt hosszabb kiesés volt-e. Betegségről, tárpénzekről gyakorlatilag elenyésző, amit ő távol volt, lelkiismeretesen végzi a munkáját. Nagy odaadással, nagyon népszerű, ő maga is, illetve az általa végzett munka. Én úgy gondolom, hogy Nyírtelek egészségügyében ez egy nem túl feltűnő, de ez egy nagyon lényeges elem, hogy ez a fizikoterápia így működik, és ebben ő egy biztos pont. Tehát nekem csak jó véleményem van a munkájáról, és arról a feladatról is szükségesnek tartom. Van-e egyéb megjegyzés? Most én azt javaslom, hogyha olyan csöntés születik, hogy tegnapen erre be lesz olvasztva, akkor tartalmazza azt is, hogy ez a megbízási díj tartalmazza az összes költséget is. Igen, mert erről beszélünk. Mármint, hogy költségtérítése, vagy nincs? Nem, az összes költséget. A költséget nem számol te. Szerintem így jelentik. Igen. Igen, akkor ezzel a kiegészítéssel majd. Azt te is tudod, amit Tatján elmondott, én ezt csak megerősíteni tudom. Én azt gondolom, hogy ez a tevékenység az megelégedésre szolgál a lakosságnak egy olyan szolgáltatás, amilyen például kell bemenni Nyíregyházára, és iszonytató lelkismeretesen látja az én ismereteim szerint ezt a falatot, hogy nyilván az önkormányzatnak ez pénzt jelent, de én azt gondolom, hogy a pénzés jóvá tettetés. Más megjegyzés? Ha nincs, akkor szavazásra tenném fel, hogy ki támogatja ezt a kérelmet, azaz a havi 8000 forint megbízási díjat, amely nem tartalmazhat semmiféle egyéb pluszköltség elemet. Amely tartalmazza, a 109.650 az, ami tartalmazza a mindenféle költségeket. Tehát a 109 utasított, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ki az, aki támogatja? Te szavazol, vagy? Én már szavazol. Ja, igen, ki az, aki támogatja a Dóka Józsefnél kérelni? Ki az, aki tartózkodott? Ki az, aki ellene szavazott? Mint pedig azt, hogy a Nyírtelek Szociális Szolgáltató Központtal kapcsolatos TIO 3.4.2 kötőjel 11/1 kötőjel 2012 kötőjel 03/10 pályázat kapcsán, most felolvastam akkor végig rendesen, kapjuk egy olyan megkeresést a Nyírsegi Többszörű Kisztői Társaságtól, hogy a kiviteli tervkép elkészítésére határozunk meg, vagyis jelöljük ki 3 céget, illetve a közbeszerzési szakértő kiválasztására is kaptunk egy ilyen kérést. Én azt szeretném, hogy a kiviteli terv elkészítésére a 3 cég, akiket felkérünk, az első a Nyírségtel Kft. Legyen, a másik az Etalon 2000 Kft. És a harmadik pedig a Virtuál Építés Tudó Kft. Ezt javasoljuk tulajdonképpen a nyitottnak, mert ő lesz, aki ebben majd megkeresi ezeket a cégeket, illetve dönteni fog. Jó, és a közbeszerzési szakértő kiválasztására pedig Dr. Sarkadik Tibor és társa ügyvédiroda az egyik, a Bernes tanácsadó és szolgáltató Kft. A második, illetve Szabóni Dr. Kisuzsanna a harmadik. Ezt javasoljuk szintén a nyitottnak. Akkor aki a bizottsági tagok részéről ezzel egyetért, az szavazással jelezze. Ki az, aki tartózkodik, ki az, aki ellene szavaz. Jó, egy van. Mind a kettőben ez a sor. Van-e még valami esetben? Nincs.
bizottsági ülés bezárom. Valamit akarsz? Köszönöm szépen a részvételt, pedig nem megyek megtárgyalva a Philadelphia Egyház Község beszámolóját tudomásul vette, és ezt a tudomásul vétel javasolja a képviselőtestület számára is. A napirendi ponttal kapcsolatban, illetve a témával kapcsolatban kérdése. Én, mint a bizottság ülésén is szerettem arra megkérdezni, de most megteszem. Tehát egyrészt, hogy nagyon nagyra értékelem azt a munkát, azt a szolgáltatást, amit az Evangélikus Egyház külterületen tesz. Két kérdésem lett volna. Az egyik az, hogy az utóbbi időben hallunk ott két táborra egy kis megtartottságról, hogy ennek mi az oka és ezt hogy lehet lokalizálni. A másik az, hogy a 10 hektár szociális földprogram, tehát a 10 hektárra bővülne a terület, hogy azon milyen gazdálkodást, milyen termést akar. Jó, bocsánat, de már a szörkedből vagy? Jó, bocsánat. Tehát az első kérdés az a kényelmetlen helyzet, ami kialakult most ott, annak két mozgató rugóját látok. Az egyik készült egy riport, egy újságcikk, amelyet a Szabadföldben készített egy Balogh Géza nevezetű újságíró, aki egyébként megkérdezett engem is, megkérdezett sokakat a településen, és ezt a cikket állította össze. Mondjuk azt mondta, hogy mielőtt megjelent az újság, elküldi hozzám, de egyet értek vele. Ez nem történt meg. Alapvetően néhány szóhasználatot esetleg módosítottam volna, de alapvetően az összességével egyet értek én is. Most a felvezetés az nem tetszett néhány embernek. Nem olvasták az egész cikket, hanem az első két sort olvasták, amiben azt szerepelt, hogy a cigányasszonyok üvöltöznek az udvarba, a férfiak részegen fetrengenek, a gyerekek meg sivalkodnak, vagy nem tudom, tehát ilyen negatív kép. De egyébként fejlődésig, meg indult a település, és 8 éve már másképpen mennek a dolgok görög szállása, és akkor lefestette azt, hogy a szociális főkormány és egyéb szolgáltatások, meg milyen változások mentek ott végbe. Most ez a múltban nézés egyébként helyi lakosoknak az elmondás alapján íródott meg, akik úgy ítélték meg, hogy régen az volt, és most már nincs az. De ez néhány embernek rosszul esett, hogy miért így festik le a települést, hogy azt mondja, hogy üvöltöznek az udvaron, és a férfiak meg részegek.
arra jó volt ez a cikk egyébként, hogy aki fölhívott telefonon, az nem üvöltözött velem, mert a cikkben az, hogy üvöltöznek, és úgy gondolja, hogy nem üvöltöznek. Egyébként tényleg óriási változás van, hogy üvöltöztek-e, nem üvöltöztek, én ebben nem akarok elmondani, mert nyilván történtek üvöltözések is, meg részegeskedések is. A cikk összességében pozitívan festi le gőgszállást, de ez nem volt érdekes azok számára, akik szerettek volna feszültséget kelteni. És ennek a másik apropója az volt, hogy indult a képzés 15 fővel, amely zöldség-gyümölcs termesztő képzés. Még az első képzési időszak tavasszal beszélgettünk Magyar László polgármester úrral, hogy 60 ember vontak be a TKK-i rajton keresztül, és akkor alapvetően azt nem lehetett kontrollálni. Igazából nem ért el a célját az a képzés, ott az asztaloktól kezdve sok minden megrongáltak, igazából nem vettek jó szívvel vagy teljes szívvel részt a program, és én azt mondtam, hogy nincs értelme annak, hogy ilyen nagy létszámú képzéseket csináljuk, vagy hogyha ez ránk lesz bízva, vagy mi ebben részt veszünk, akkor ezt csak kisebb létszámmal tudjuk elképzelni, akik kontrollálhatók, akiket fölkészítünk a képzésre, és alapvetően tovább is tudjuk vinni a dolgaikat. Na most hát nyilván ebben a 15 főbe nem estek bele sokan, mert ha nem ez a 15, akkor a másik 15, tehát ez alapvetően nem kérdés, hogy mindenképpen lett volna reklamáció, mert csak 15 főben indult. De egyébként a 15 fő is úgy alakult ki, hogy azok, akikkel valamiféle együttműködésben vagyunk, mert én ezt úgy gondolom, hogy jól együttműködni, hogyha már ez egy előkészített tevékenység. Hát amit a programban is leírtunk, hogy volt ez a sertés program, amikor négy-négy malacot kiosztottunk, ez nem úgy szólt, mint a Hegedű Zsuzsa féle program, bár nem akarom őt most idehozni, meg bírálni, hanem nem szét akartunk szórni malacokat a környezetünkben, hanem fölkészített családoknak olyan magukról való gondoskodási lehetőséget adni, amellyel hosszú távon megváltozhat az életvitelük. Most egyébként 7 családban indultunk, ebben 5 családnál ez megvalósult, 2 rossz döntést hozott, igazából az első bevételből olyan tartós használati cikket vett, amely egyébként nem szolgálja a jólétüket, de ezt aztán belátták, tehát még az is pozitív, hogy belátták ezt a tehát ez a 2 momentum, volt az újságcikk, ennek az újságcikknek a félreértése, ezt, hogy nem kerültek be a programba, és ebben úgy vélték a mocsárcsalád, hogy a mocsárcsaládot nélkülöztük, hogy mellőztük, és az Ádám családot részesítük elénkben. De ilyen mondtam egyébként, hogy mocsárcsaládból 1-2-3-4-5 ember volt benne, hát az egyik kiesett, mert nincs 8 osztályos végzettsége, de hát a feltételt nem is szabtuk meg, hanem ez a képzőintézménynek a feltétele volt. Azt meg nem vették figyelembe, hogy a családhoz tartoznak, mert ez nem mocsár nevű, hanem a mocsárnak a felesége, vagy gyereke, vagy nem tudom én. És akkor elkezdték ezt a szervezkedést, ami szombaton csúcsosodott egyféle tüntetésbe, amely egyébként nem volt durva, egy csendes napot tartottunk kint, jöttek sokfelől messzire is egyébként emberek, és akik ott tüntetést szerveztek, maguk látásmódját akarták képviselni felénk. Én oda mentem hozzájuk egyébként, megnézhetem, hogy mit írtak ki, meg hogyan gondolkodnak. Normálisan elbeszélgettünk, tehát alapvetően nem volt az én anyám, ott anyám, kinek az anyja, hanem kevésen elbeszélgettünk arról, hogy egyébként szép idő van és jó itt kínálni. És meghívtam őket ebédre, hogy jöjjenek be, mert ebédidő van. Azt nem fogadták el egyébként, nem jöttek be, kávét azt elfogadták. Nem tudom, ettől részletesebben nagyon mély elemzést kíván az, hogy mi mozog egyes emberekben. Mutattak egy lapot, amit 100 ember aláírt állítások szerint. Aztán nagyon sokan jöttek oda hozzánk és mondták, hogy hát nem tudjuk, hogy mit írtunk alá, mi nem gondoljuk azt, hogy stb. Egy kínos helyzet, nagyon kellemetlenül érzem magam ebben a szituációban, de nyilván van, aki ezt fűti, belalóval embereket is, és nem nehéz belalóval embereket. Bejött hozzám templomba egy asszony, és mondta, hogy
valaki azt mondta, hogy ő nem látta, egyébként nem róla szól, de ő tudja, hogy róla szól, és ő engem feljelent. Mondom, jelentsen föl, és mondja el, nem tudja, hogy kinek, hogy mit, de egyébként engem föl akar jelenteni. Szóval, és erre belelovalja magát. Nem lehet lebeszélni róla. Igazából észérvek nem hatnak ilyen esetekben. Az pozitív, hogy többen abból a családból egyébként, tehát a mocsárából többen nem engedték magukat befűteni, hanem elmondták, hogy ők egyébként fontosnak tartják, meg jónak tartják, és ott volt a felünk, és nem álltak oda a tüntetés mellé. Köszönöm szépen! A 10 hektár földdel kapcsolatban azt gondolom, hogy azt a területet egy ökotermesztésbe lehetne bevonni, mert egyébként nagyon nagyja magát, hogy egy különálló szeparált terület, amelyen egy ökocentrumot létre lehetne hozni. Egyébként ezt a zöldséggyümölcs termesztés képzést is a bio termesztés felé kanyarítottuk. Tehát az előadót direkt kértem, hogy a gondolat átalakítás formálást azt már végezze, de beléptünk a biokultúra, keleti kapu biokulturális egyesületbe, a biokontrollal felvettem a kapcsolatot, és járt is kint a vezetője. Beszélgettünk arról, hogy valóban létre lehetne hozni egy olyan kézimunka erő igényt támasztó mezőgazdasági kultúrát, ahol nem nagy gépekkel, nagy üzemben, hanem kisgépekkel, meg alapvetően kézimunkaerővel termesztenénk alapvetően zöldség gyümölcsféléket azon a területen. Ennek a pontos kialakítását olyan ebben a szakmában jártas biokulturális emberekkel tudnánk meg elkészíteni, hogy mit termeljük, hogyan termeljük, milyen forgóban, és természetesen ennek a feldolgozását és a piacra kerülését is ebben a szegmensben szerveznénk, koordinálnánk meg. Ami egyébként hatással lehet nem csak Görögszállásra, hanem az egész városra, mert nyilván, hogyha egy ökotermelési központot létrejön, egy kis centrum, ahol egyébként az iskolás gyerekek is ezt a gondolatot alapvetően már fiatalkorban, gyerekkorban átvehetik, meg hát nyilván 10 hektárnak vagy 15 hektárnak a ilyen ökotermesztésben való műveléséhez minimum 15-20 ember kell. És az azt jelenti, hogy akkor 15-20 embernek lehetne biztosítani ezt a képező munkát. Nyilván a alulképzetteknek, akik nem magasan képzett emberek. Körülbelül ennyi, röviden nyilván ennek. Köszönöm szépen. Bár a polgármesterek mindig az igen válaszokat szeretik, most én egy határozott nemet szeretnék majd kapni, mert amit nekem feltesznek kérdést, most meg fogom tenni én is. Ebben a programban vallási alapon történt-e az emberek kiválasztása? A 15 fő, aki most benne van? Igen. A 15 főből körülbelül 3 ember jár a gyülekezetben, a többiek nem járnak. Emetvár. Köszönöm szépen. Tehát nem. Az együttműködés az feltétel. Tehát az, hogy legyen hajlandó azt a szemléletet átvenni, hogy nem egy olyan fizetés-kiegészítés télen ez a tanfolyam, amit alibi tanfolyamból megkapunk, hanem itt most egy szemléletformálás folyik. Ezt kértem egyébként az előadótól, hogy ne engedjen ebben lazát, hanem szorosan fogja. A késések nincsenek, és a tanulás az fontos legyen számukra. És aki ebben hajlandó együttműködni, azok alapján érhettek a programban. Másodnak egy kérdés? Én annyit tennék hozzá el a dologhoz, hogy én voltam kint Görögszálláson, és valóban én azt értem felfedezni ebben az egész tüntetésben, ebben a Herceg utcában, hogy nem is igazán a tudnék akarás, vagy a tanulnék akarás van átkerve, hanem ugye a tanfolyam, tehát díjazzák nekik ezt a részét, nem is tudom, talán 50 vagy 58 ezer forint körül. Hát 50 körül. Igen, hát ugye ez motiválta, hogy hát ők ettől elesett. Tehát ezt kihangsúlyozták, hogy
beszélgettem ott velük, ez volt a... Tehát ők ezt sérelmezték, hogy ebbe ők nem vettek részt. Tehát ezt kell mondani, hogy ki a hibás, mi a hibás. Tehát ebben mi nem szeretnénk beállni, hogy alibiből legyenek jelen, és akkor kapjanak fizetéskiegészítést, vagy segélykiegészítést. Ezt ha valaki csinálni akar, de természetesen csinálhatja, de mi ezt nem tudjuk csinálni. Akkor, hogyha valaki odaszállni magát is szeretne tanulni, akkor szívesen adok helyet, meg segítjük őket, mentoráljuk. Vaskó? Kérdésem lenne, van egy olyan mondat, hogy a terveink mellett, szociális program, 24 fő tovább foglalkoztatása valósul meg 2014. augusztus 31-ig a közfoglalkoztatás keretében. Tehát ezt nem igazán értettem, mert november 26, és az augusztus már akkor elmondott. Igen, mert... Ha a múlt időben majd megvalósult, akkor ezt értem. Igen, ja, időben meg fog valósulni, mert ezt így értettem. Hogy kell ezt nézni? Volt egy időszak júniustól augusztusig, amikor egy speciális, nem a szociális főprogramban, hanem a szociális főprogram júniusban megszűnt, de nem indult csak szeptemberben, és a közben lévő időszakra egy ilyen speciális, a szociális főprogramhoz kötődő közfoglalkoztatást lehetett igénybe venni, és ez, ennek volt az a 24, aki múlt időben van már, mert ő az elmúlt, és csak arra a 3 hónapra volt érvényes. Köszönöm. Más valakinek? Az egyetemiség kedvéért, a bizottság ülésen arról van szó, hogy ennek a beszámolónak ez a 10 hektáros ügylet nem része. Ugye, hol nem hiszem? A beszámoló ennek része, csak nyilván erre valószínűleg vissza fogunk térni, hiszen ez egy kérelemként, vagy... Most én azt javasolnám, akkor tisztázok már, mit fog jelenteni, hogyha hozunk egy olyan döntést, hogy a beszámoló tudomásul vette. Én szeretem az egyértelműen dolgokat. Hát... az adjuk a 10 hektáros területet? A mondat ez úgy, hogy felé szeretnénk terjeszteni. Erről volt egy kis vita, vagy nem is vita, hogy kell ezt értelmezni. Nyilván, hogyha ez a 10 hektárra még fog jönni valamilyen terv, nem? Vagy ez a beszámoló maga a kérelem? Nem. Alapvetően ezt mint a tudatosítani szerettük volna, hogy van egy ilyen tervünk, a képviseletesen mit szól hozzá, van-e támogató nyilatkozat hozzá, jellemvetése, tehát nyilván ez tárgyalás. Ebben a tisztetáról, hogy nyilván most a hozunk döntést. A másik, amit szeretnék ezzel kapcsolatban saját magamat ismétlem, ugye a bizottság ülésen itt megtárgyaltuk, és jegyző úr arról tájékoztatta a bizottságot, itt a haszonkölcsön szerződés jött létre az önkormányzása egyházközség között. Na most az én ismereteim szerint a haszonkölcsön szerződése törvény erejénél fogva megszűnni 2014. december 31 nappal, és én ennek kapcsán javaslom a határozatot kiegészíteni azzal, hogy a képviselő testület, és az a hívnak kerülne be, egyben tájékoztatja az egyházközséget, hogy az önkormányzat és az egyházközösség közötti pont-pont HSU ingatlanra létrejött haszonkölcsön szerződés 2014. december 31 nappal a törvény erejénkkel fogva megszűnik. Ezt javaslom. És tud-e javasolni valamit, ügyvéd úr, hogy hogyan lehetne ezt tovább folytatni? Nem ilyen megoldása lehet annak, hogy akkor a egyházközség használatában legyen ez az 5 hektáros föld? Hát haszonkölcsön címének, szívességi használatot közeli hozzátartozó kötetnek az. Megint nem igazán? Én ha beleszólhatnék ebbe, menjen egy kicsit a testületi munka inkább. Ez meg majd egy ilyen jogi tanácsadás az későbbiekben. Csak hogy jó lenne, hogyha döntés erről születne, mert az 5 hektár viszont ennek a földprogramnak az alapja. A 10 hektár az egy jövőbeli terv, de az 5 hektár az nem most alapja. Tehát ez nem kellett is. Most én azt gondolom, hogy a törvényre egyben fogja megszűnik. Megszűnik. Tehát nem azért fog megszűnni, mert megszüntetik. Megszűnik.
Na de én azért kérdezem most, hogy van egy megoldás arra, hogy ezt tovább ott maradjunk? Van megoldás, mert ugye gyakorlás. De most ezzel küzdünk körművesek, hogy új szerződéseket kell csinálni. Tehát egy teljesen neked tudni kell, hogy közös. Erről beszélek, hogy azon közös a szerződést megszűnik, és akkor csinálunk el a szerződést, nem tudom, hogy most itt És az áldott karácsony ünnepeket hasonló új évet kívánok. Köszönöm. Rendben, akkor kérem a képviselőtestületet, hogy a Philadelphia Evangelikus Egyház 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul vegye. Aki tudomásul. Ki az, aki tartózkodik, ellenvetés, nem volt egy tanulmányozatja. Következő pénzügyi bizottság tárgyalta a Nyíregyházi rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységről szóló beszámolót. Igen, és a beszámolót tudomás elfogadásra, bocsánat, javasolja. A képviselőtestületünk, Következő napirendi pont előterjesztés a Nyíregyházi Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 2014. évi tevékenységéről. Bizottság szintén tárgyalta. Bizottság tárgyalta és javasolja a tudomásul vételét a testület részére. Itt van. Gábor megfogalmazott a szervezet, egyesülettel kapcsolatban egy gondolatot, ezt szeretném, ha most is elmondanám, mert gondolom az ügyi gondolat jól fog esni. Köszönöm, tisztelettel köszöntelek. Hát tulajdonképpen a bizottságülésen miatt adtam az egyesületet, az tevékenységet, amely szerintem kiemelkedik és példamutató lehet a civil szervezetek számára. Úgyhogy ehhez mindenféleképpen szeretnék gratulálni. Ugyanakkor pontosan ebből adódóan a beszámolóból adottak hiányérzeteim, hogy legyünk magunkra büszkék, tehát írjuk le azokat a tapasztalatokat, azokat a rendezvényeket, amelyeket elértünk, megvalósítottunk, amely eszközöket ugye a lakosság széles körben igénybe vehet az egészséges életmód népszerűsítésének az érdekében. Ezzel kapcsolatban olvastam volna a százalékos adatokról, ismertetésekről, konkrét összefoglalókról, amit egyébként elnök úr említett, hogy más egyéb fórumokon elhangzottak, tehát itt is szívesen olvastam volna róla, illetve nem tudom, hogy megkérhetem-e, hogy Lilikó itt a jövőbeli célokról említsen néhány szót, esetleg most folynak el pályázatok, hogyan a következő évre milyen tervek, elképzelések vannak az Egyesület házasztályában. Köszönöm a kedves szavaidat, és külön köszönöm a háziorvosainak a segítség, a napi szinten segítséget, mert egyébként a szakmai munkákat nem tudnánk valósítani olyan magas színvonalon, hogy nem segítenék nekünk a munkánkat az együttműködésükkel. Azért
csak ennyi a beszámolunk, mert ez a támogató szolgáltatás és a fogyatékos napjainak a munkája, tehát a többi pedig az egyesületi szinten valósítjuk meg a részt, és az nem volt a beszámolnak a része. Sajnos még mostanában nem nyertünk egy pályázatot sem, egészen karcsú volt az évünk. Egyetlen egy pályázatunkat zártunk, ami egyébként nem a szakmai munkánkhoz, tehát az egyesületi szinten folyt, úgyhogy nem volt annyira sikeres az egyesületünknek az élete most, mint szerettük volna. Jövőre, ha bejönnek az EU-s pályázatok, akkor majd reméljük, hogy jobban fennelhetünk a vérkeringésben. Kérnek el egy kiegészítés, amelyben még a Gábor hozzászólásához, illetve ahhoz is, amit most Ildikó mondott az együttműködésünkről, ez valóban így van, és szeretném itt a kitestület előtt megjegyezni, hogy az Ildikó, illetve az egyesület vezetésének a hozzáállása és a rugalmassága a problémák megoldásához példaértékű, mindig azt keresi, hogy hogy tud segíteni, akár rajtunk is, vagy más embereken, és egyre választ, nagyobb a választék, jobbak a programok, annak ellenére, hogy pályázatokat nem nyertek, úgyhogy én ezt szeretném, ha tudnák a képviselők, és csak gratulálni tudom hozzá. Köszönöm szépen, igyekszem mi is példaértékben segíteni. Más kérdés? Akkor én felteszem a kérdést, hogy koordinációs és szociális szolgáltató egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját vegye tudomásul. Aki igen, az készfeltartásra jelzze, aki tartózkodott, ellenvetés, egyhangú. A negyedik napi rendi pontot tárgyalta szintén a pénzügyi. Igen, tisztáztuk, hogy pontosan miről is van szó, milyen állami vagyonba tartozó vagyontárgyak, amik önkormányzat tulajdonban, ezeknek éppen hogy is áll a sorsa, és miután ezt megbeszéltük, egyhangúan javasoltuk az előterjesztés a képviselőtestületi elfogadat, hogy fogadjuk el. Nem képviselőtestületi, hogy kérdezem, hogy valakinek egy hozzászólása, akkor én kérem a képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat támogassa, aki támogatja, az készfeltartásra jelentet. Ellenvetés, tartózkodás, egyhangúan történik a szavazás, rendben. Az ötödik pontban előterjesztés volt a Nyírteleki 1315-ös helyrazi számú ingatlan a Belegrádi Óvoda ingyenes önkormányzati tulajdonba adását követő nyilatkozattételről, ezt is a bizottság tárgyalta. Melyet szintén megtárgyalt a bizottság, és a határozatban egy kis pontosítással, ami a helyrazi számot pontosítja, kitétele, a helyet pontosítja, ezzel elfogadása javasolja. Ezzel kapcsolatban kérés, nem érkezett, akkor én úgy gondolom, hogy a bizottság által javasolt módosítással fogadjuk el ezt a pontot. Aki elfogadja, az kezet. Ellenvetés, tartózkodás, egy további fontosítként mindenkinek, jó, és akkor jönnek itt a rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy megkérdezett, és állatünnepeket. Sziasztok! Hetedik napi rendi pontunk előterjesztés a Belegrádban létszámon az ingatlan bérvénynek kijelölésére. Hatodik. Előterjesztés, igen, a hatodik előterjesztésen nyírtelek Petőfi Sándor 40 szám alatt jönkor meg tulajdon lakás bérlőnek kijelölésére. Megtárgyalta és támogatja ezt az előterjesztést azzal a kitétellel, hogy ez ő jelezze, hogy ez azért az utolsó, és törekedni kell a tartós megoldása, a család lakhatásának tartós megoldása. Ezzel a ponttal kapcsolatban kérdés.
nincs, akkor én azt gondolom, hogy aki támogatja ennek tartalmát, tisztelet a rendben. Ellenvetés, tartózkodás, nem jó, egyhangú. Jó, és akkor újra tettek. Belegrád 74 számban az ingatlan bérének kijelölése. Egyértelműen támogat a bizottság előterjesztést. Kérdés, kérés nem érkezett, akkor én azt gondolom, hogy támogatásra javaslom. Ellenvetés, tartózkodás nem volt. Jó. Előterjesztés az iskolút 6/3 számolati szolgálat lakás bérének kijelölésére. Bizottság megtárgyalta, és majdnem a csandrát, értenek visszatérni a dolgozói elfogadás, hogy javasolja a ezzel kapcsolatban ezzel az elismondtak kapcsolatban kérdében kérdés. Nem, akkor én azt mondom, hogy támogassuk Vajnárovi Csandrának a ügyékrendben. Ellenvetés, tartózkodás, nem volt egyhangú. 9. napi rendi pont előterjesztés az iskola út 6/4 szám alatti szolgáltatás bérlének kijelölésére. Bizottság tárgyalta a hosszas vita után elfogadásra javasolt a dr. Bartók is magát érzőjük kérdését és támogatja lesz. Ezzel kapcsolatban kérés, kérdés. Akkor én azt javaslom, hogy ennek a napi rendi pontnak a tartalmat is támogassuk. Ellenvetés. Tartózkodás nem volt, egy hangulatot lesz is elmondani. Következő 10. iskolaút 6/6 szám alatti szolgáltatás bérlőjének kijelölése. Bizottság megtárgyalta és támogatta Havacs Mónika, illetve a Szociális Szolgáltató Központ alkalmazottjának kijelölését. Ez a napi rendi ponttal kapcsolatban kérdés, kérdés nem érkezett, akkor Havacs Mónika bérletét támogatjuk. Ellenvetés, tartózkodás nem volt egyhangú. Jó, 11. napi rendi pont előterjesztés Nyíregyháza város önkormányzat képviselőtestületének 1/2014-es február 12-i önkormányzati rendelet módosításáról. A bizottság megtárgyalta, és a ma készhez vett számokkal, módosításokkal elfogadásra javasolja a testület elé. Ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban kérés, kérdés. Akkor én is azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a napi rendi ponttal tartalmazott dolgokat. Ellenvetés, támogatás. Ja, tapisztalás. Jó, egy tapisztalás. Jó. 12. Előterjesztés Nyíregyháza város önkormányzat képviselőtestületének folyószámla hitel felvételéről. A bizottság megtárgyalta és támogatja ennek a likvid hitelnek a felvételét a biztonságos és szabadtalan gazdálkodás működése céljából. Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérés, kérdés nem érkezett, akkor én javaslom ennek a napirendi pontnak is a támogatását. Tartózkodás, ellenvetés, nem volt. 13. Előterjesztés a köztisviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokról. Bizottság megtárgyalta és röviden javasolja a képviselőtestületi elfogadásra. Ezzel kapcsolatban kérés, kérdés. Javaslom én is ennek elfogadására. Tartózkodás, ellenvetés nem volt nekem. 14-es ruhakonténer közterületen történő elhelyezésének megtárgyalása. Bizottság megtárgyalta és javasolja az egyéni vállalkozó szerződésének meghosszabbítását 2015. december 31-ig. Rendben, ezzel kapcsolatban kérés, kérdés. Én is javaslom a konténer közterületen történő elhelyezésének meghosszabbítását, akkor is a szerződésének. Tartózkodás, ellenvetés, nem volt egy hangot.
Előterjesztés egy évtelek 787 terület tervezi számú beépítetlen terület járművezés ingatlan haszonbérbe adására kérdésére. Bizottság megtárgyalta, támogatja ezt azzal a kitétellel, hogy jelezzük a bérlő felé, hogy esetleg nincsen már egy védelmi szándéka. És a négy Ezzel kapcsolatban kérdés. A pénzügyi bizottság módosításával javaslom én ennek a napirendi pontnak az elfogadását. Jó. Ember, tartózkodás, ellenvetés. Nem volt egy hangulat. Előterjesztés a Nyíltelek Város Önkormányzati eszközének kiselejtezéséhez való hozzájáruláshoz. Bizottság megtárgyalta és támogatja az előterjesztést. Képviselőtestület elfogadása. Kérdés ezzel kapcsolatban nincs, akkor én is azt gondolom, hogy támogassuk ezt az előterjesztést. Tartózkodás, ellenvetés, egyhangulat, támogatás. Előterjesztés a Nyílt Ászló Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének többlet munkavégzés engedélyezésére. Bizottság megtárgyalta, és a határozott tervezet szövegének módosításával, amit a jegyző úr rögzített, javasolja, hogy olvassuk fel a határozat tervezetet, amit a bizottság szavazott meg. Jegyző úr, mehet? A képviselő testület felhatalmazza Szekeres József polgármestert, mint az egyéb munkáltató jogkör gyakorlóját, hogy a Nyílt Ászló Nonprofit Kft. Ügyvezetője tekintetében megnyert pályázatokkal kapcsolatosan ellátandó projektmenedzseri vagy pénzügyi szakmai feladatok ellátásáért munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítésben részesíthesse, amelynek mértéke nem haladhatja meg a pályázatban elszámolható munkabér és járulékai összegét. Az előjében kimaradt a képviselőtestület, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója. Az a fél mondatot tegyük még elé, és akkor az utána jön ez a... Rendben, ezzel kapcsolatban kérdés. Akkor a pénzügyi bizottság által javasolt változásokkal javaslom ennek a napirendi pontnak is az elfogadását, illetve a támogatását. Tartózkodás, ellenvetés. Nem volt egy elfogadásokról. Jó, 18. Előterjesztés Nyíltelek Város Néphasználatát szabályozó rendelet megalkotására. Ezt az napirendi bizottság tárgyalta. Napirendi bizottság megtárgyalta, és ahogy a bizottság ülésen elmondtam, kéri a képviselőtestületet, hogy hagyja helyre azt a döntést, hogy kidolgozzuk ennek részleteit, és a képviselőtestület is kívánja ezt, hogy ezt a Nyíltelek Város névhasználatát szabályozza az akkormányzat. Ezzel kapcsolatban kérdés. Nincs. Akkor én azt javaslom, támogassuk ezt az előterjesztést, és aki támogatja, az észmeghatásra. Tartózkodás, ellenvetés, és 19. Előterjesztés a városnak programok megtárgyalására. Ezt ugyanúgy az ügyre. Igen, megtárgyalta a bizottság. Mint ahogy elmondtam, ez a szép kerek száma, 10 éves a város, szeretné a bizottság, ha is javasolja is a képviselőtestületnek, hogy miért ünnepelje meg. Tekintettel arra, hogy ez egy szép kerekszám, már elkészült, mint ahogy említettem,
kapcsán nem csak maga a program, hanem a költségvetés tervezet, ami miatt ez nem került a testület elé, ez azért van, mert hiszen még nincsen 2015-ös költségvetés tervezet, tehát még nincs igazán pénz, de nagyon fontos lenne most azt megbeszélni, hogy ha a testület azt szeretné, hogy méltóan meg is megünnepeljük ezt a 10 évet, akkor most kellene egy elvi nyilatkozatot hozni a testületnek arról, hogy ezt a rendezvény tervezetet elfogadja, illetve arról, hogy a korábbi évek tapasztalatai szerint neves, illetve gyakorlata szerint egy országhírű együttest hívjuk meg, mint a városnak fő attrakciója kint a pályán, a sportpályán. És kérem, kérje a bizottság a testületet, hogy adja be elvében rendező nyilatkozatát, és adja fel a polgármestert arra, hogy aláírja a polgármester úr azt, hogy ez az együttes a városnapon szerepeljen. Per pillanat, ez nem kerül költségbe. Most, még ha ezt aláírja a polgármester úr, illetve ha nem lesz rá pénz, és úgy dönt majd a testület a költségvetés megtárgyalásánál, hogy nem tudja kifizetni ennek az együttesnek a díját, akkor az időpont előtt 31 nappal költségmentesen visszaléphet, és mondhatja azt, hogy nem igényli ennek a neves együttesnek a fellépését. Tehát itt a bikini együttesről van szó, akit nagyon mindenki ismer, és népszerű együttes, ezt valamennyien tudjuk. Ennek az együttes díja, a fellépésének a díja a városnapon 1.200.000 forint, ami nem kevés pénz. Korábbi években is mindig szó volt már erről, sajnos az ilyen együttesek ilyen sok pénzért adják el magukat, viszont van egy rendezői oldal, amin keresztül ezt időben igényelni kell. Ha ezt most nem igényeljük meg, mondván, hogy nincs még rá pénz, vagy nem látjuk, hogy lesz-e pénz, akkor esetleg eleshetünk attól, hogy nyírtelken fellépjen. Környező kisebb-nagyobb települések, városnapjai van olyan, hogy 3 ilyen neves együttes lép fel, már olyat is láttam, vagy hallottam. Erre szeretnek elmenni az emberek, szívesen járnak ide a korábbi évek tapasztalata ez. Úgyhogy a bizottság nagyon kéri a képviselőtestületet, hogy hozzon meg ezt az elvi szándéknyilatkozatot, hogy akar ilyen városnapot, és szeretné ezt az együttest, hogy fellépjen a városnapon. Köszönöm szépen. Mennyit játszunk, hogy ilyen? 90 perc. 200 ember. Maximum. És ez pedig is egy fogalmány. Január 30. Hát ugye, ezt azért nehéz megmondani, mert hogyha egy másik település le szeretné köpni, azt nyilván nem tudjuk. Egy szóbeli megkeresés történt, állnak a rendelkezésünkre, a írásban itt várják, és ugye a szerződést azt beszéltük, mutattam. Igen. Ahol az volt, hogy elvég január 30-ig, most ez azért érdekes, mert ugye 15-én elfogadták a költségvetést, úgyhogy nekünk is el kell készíteni a sajátunkat, az is január 30, tehát igazából dönthetünk el a később, és most is igazán a programterv az, amit el kell fogadnunk. Én azt gondolom, ha azt megtesszük, akkor onnantól kezdve van egy elvi alap arra, hogy amikor lesz pénz, akkor... Hát én pontosan a kockázatmentessége miatt azt is javaslom, hogy ennek a szerződésnek az aláírásáról döntsünk, hisz 30 nappal ugye minden kockázat nélkül visszamondható ez a szerződés, és nyilván hogy a költségvetés, meg a pályázatok figyelése, hogyha abból lehetne ezt finanszírozni, ez megtörténhet, de ugye, mivel kockázatmentes, azért vagy január 31-ig, vagy már a most következő időszakban ezt meg lehetne kötni, hogy biztos legyen ilyen szempontból. Na, de hát vagy január 31-ig az belefér. Hát, de ha más település közbeszól, akkor elvégítünk. Visszakutja az alakkal.
Akkor te lesz te kicsit. A szerződésben nincs kocka, vagy a fel. Akkor ők lesz meg biztos, hogy nem tudom. Nem mondtam. Ő lesz meg. Akkor ki lesz meg, mert én Én full részeket. Hát ezért is hoztuk most be, mert úgy érezzük, a bizottság úgy érzi, hogy szólik az időt, és minél előbb van elfelelni. Hogy miért viselkedhetünk nagyon korrekten a bikinivel, hogy úgy, most ha lekötjük őket, és úgy döntünk a költségvetés tárgyalása során, hogy még sincsen pénz, akkor a január 30-án közölhetjük velük, és akkor a bikini sem jár rosszul, mert majd leköti. Tehát valahol az országban még kitalálnak valahol egy annan napot, és pont a bikinit, mert legyünk őszinték, azért az országban 5-6 hasonló népszerűségű csapatnál, amit meg is lehet fizetni, most nem az Omega-ra, meg az LGT-re gondolok, nincs több. Így van, Gábor, ezt végig gondoltuk már egy párszor. Tehát azért nagyjából mindenki elhúzik rá, és sose lehet tudni, hogy hol üt ki, akár egy Carfiol fesztivál, vagy akár mi, és akkor úgy jártunk. Én támogatnám azt, hogy polgármester urat hatalmazzuk fel, legfeljebb, attól függ, tehát, hogy tehát milyen alany, hogy áfa alany, és visszaigen akkor, akkor valószínűleg a működési költségnek az áfaja visszaigényelhető. Mert akkor én akkor azt javasolnám, hogy foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy ne a polgármester újraposan találjen szerződést délirányú testületi egyetértés esetén, hanem bízzuk meg a Jófelszó a Mutrofit Kft. Kft. Aminek a rendezvénynek a megszerződésére, és akkor bízzuk az igényen az áfát. De nem tudom, ez az szerintem az Akkor jön. Arra kérem a képviselőtestületet, hogy ezt a, ebben a napirendi pontban foglalatokat támogassa, azt hiszem, hogy a készfeltáltatással. Tehát akkor tehát úgy, hogy akkor a KFT az önkormányzat megnyerte, sőt megírja alá, és rendelje alá a szerződést, rendelje meg úgymond a kandidátusát. Tehát aki így támogatja, az készfeltartásra jelentik. Beszéltük a nyíltelki szociális szolgáltató központ pályázatával kapcsolatos kiviteli terv elkészítésére irányuló javaslatainkat a nyitott irányába. Ezt a pénzügyi bizottság megtárgyalta.
megtárgyalta, és a mindkét esetben a kivitelitervek, mint a közlekedési szakértők kiválasztására 3-3 meghívottat támogatja, és javasolja a képviselőtestület felé. Jó, akkor én úgy gondolom, hogy a kiviteli tervek elkészítésére a 3 támogatót tart, amit a pénzügyminiszter is javasolt. Én is ezt javaslom, ezt szeretném elfogadni. Illetve külön a közbeszerzési szakértők kiválasztására tett javaslatokat is szeretném, hogyha elfogadná mindenki. Megállapítom, hogy mind a két szavazása lehet, hogy egyhangú volt, tartózkodás ellenvetés nem volt, még vannak az egyebekben, jegyző úr. Lóka József még fizioterápiás szakasszisztens megbízási tekintetében a bizottság tárgyalta. Tárgyalta és támogatta, mint emberi szakmai munkáját figyelembe véve azzal a kivétellel, hogy a megbízási díj tartalmazza a megbízott valamennyi felmerülés költségét. Ezzel a ponttal kapcsolatban kérdés, akkor én azt gondolom, hogy ezt is elfogadásra javaslom, aki támogatja, kézfeltartásra jelezni. Tartózkodás, ellenvetés nem volt. Tisztelt képviselőtestületünk november 26-án 131/2014-es határozatában döntött arról, hogy a Nyíltászon Profit Kft-nek szeptember 26-ai döntésével döntött a Nyíltászon Kft-nek pénzeszközt ad át. A határozat rosszul lett a testület elé terjesztve. Kérném a testületet, hogy ezt a határozatot vonja vissza, és egy új határozattal ugyanilyen beltartalommal, tehát 11 millió forint tekintetében döntsön arról, hogy ezt működésű célú pénzeszköz átadásként nyújtsa a Kft. Részére. Ebben került a felújítást, és... Egy szót kell benne cserélni. Tehát ugyanaz a határozat. Bármi is lehet, és nem vagyok. Nem kell visszavonni, jó, rendben. Akkor kérem a képviselőtestületet, hogy akkor ezt a határozatot a 131/2014, 9.26-án elfogadott határozatot módosítja, és ennek a módosítását akkor fogadjuk el, és ezt támogatásra javaslom. Aki támogatja, készen. Ellenvetés? Hát kétszer nem lett szart. Tartózkodás? Ellenvetés? Nincs. Mindenkinek szavaztanak, hogy végig jó, rendben. Azt lehet, hogy megkérdezni a jegyző úttól, hogy itt van ez a figyelem felhívás, csak ez kicsit hangsúlyosan van benne, hogy a közparkozás mentes adózási adózói adatbázisra való felvételt igazolni kell. Kérdésem az, hogy hogyan? Tehát két megmondom őszintén, két dolog lehetséges. Az egyik az, hogy mindenki ugye a saját ügyfél kapujára kinyomtatja és bejuttatja hozzám vagy szkennerre, vagy fizikálisan. A verzió, B verzió, én ránézek az APEC honlapjára, ha azt mondta, hogy lehet ilyet csinálni, én nem tudom, hogy így van, de akkor előveszem, és a NAV honlapján elmetek, én is meg tudom nézni. Így van, nem tudom, de ennek utána fogok járni és meg tudom. Nem tudom, utána én elmondom, tehát ezt nem fog visszakapni senki semmit, kap egy nyugtát, hogy ezt a NAV fogadta, de a NAV adatbázisba, hogyha beírjuk a nevet, bárkiről belett én az enyémet, és akkor ott van köztartalmazásban bent. Van, tehát le lehet kérni. Név alapján is visszatereshető. Adószám is név alapján is. Akkor van probléma, hogyha mondjuk sok szekeres József van, és akkor ki kell bogarászni, hogy ki az az adószám, és az adószám. Mind a kettővel vissza lehet keresni. Jó. Tehát a... Lehet ilyen döntést hozni, nagyon szívesen. Rendben.
Köszönöm szépen mindenkinek az egész éves munkáját, és a testületi ülést mielőtt még bezárnám, én úgy szeretnék boldog új évet kívánni mindenkinek, hogy felolvasok egy pici idézetet. A belügyminisztérium tájékoztatása alapján a közbiztonság nevelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására szóló 28/2014 évi BM rendelet szerint benyújtott pályázatról, hogy mindenki tudja, miről van szó, szóval térfigyelő kamerát, ezt korábban elutasították. Igen ám, de ez a mondat most úgy folytatódik, hogy 2014. december 4-én miniszter úr ismételten döntött. Ami azt jelenti, hogy meggondolta magát egy kicsit, ami a számunkra pedig 7,3 millió forintot fog jelenteni, illetve 14 térfigyelő kamera elhelyezését a Köszönöm szépen! 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 Kö